Jó estét kívánok! Választás 2024 című műsorunkat látják az Ózdi Városi Televízióban élőben, sőt nem csak itt, hanem Facebook oldalunkon is. Még 2,5 nap és kinyitnak a szavazókörök, a finisben vagyunk. Hagyományainknak megfelelően egy vitaműsor következik most körülbelül 90 percben. Vendégünk a 4 polgármester jelölt. A szavazólapon kisorsolt sorrendben mondom, így is ültettük le a résztvevőket. Dr. Csuszda Gábor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kereszténydemokrata néppárt polgármester jelöltje, Fidrus Péter független polgármester jelölt, Szőcs Zoltán független polgármester jelölt, és Janicsak Dávid, az Ózdiakért és Ózdért Egyesület polgármester jelöltje. Valamennyiüket bemutattuk már egyenként egy-egy külön adásban. Ma 22 perce lesz mindenkinek a megnyilvánulásra, külön mérjük minden jelölt megszólalási idejét, amelyet ők is láthatnak, sőt önök is a képernyőn. A 22 percet nem egyben használhatják fel, minden témánál meg lesz, hogy az adott kérdéskörben 2-3 vagy 5 perce a rendelkezésre álló idő. A témaköröket a jelöltek előre megkapták, a város helyzetéről, a munkahelyteremtésről, a közlekedésről is szó lesz majd, és a végén lesz egy olyan bónuszkör is, ahol a jelöltek programjából szemezgetek. Azt lehet majd kiegészíteni vagy véleményezni. Induljon a vita, tartsanak velünk! Kaptak a jelöltek egy levelet tőlem a héten, és abban is leírtam, hogy vita csak akkor lesz majd, hogyha ők vitáznak. Én azért vagyok itt, hogy irányítsam ezt a beszélgetést a szabályokat betartva. Önöknek is elmondom, hogy tulajdonképpen a vita fogalma az mit jelent. A vita érvek ütköztetése egy adott témában, célja egy adott hallgatóság meggyőzése, egy adott vélemény helyességéről, vagy az igazság közös keresése. A vitázó leggyakoribb eszköze a saját véleményének igazolása, a vitapartnere véleményének cáfolása, a hallgatóság meggyőzése. Reméljük, hogy nem csak beszélgetés, hanem vita is kialakul majd ma este. A szabályokat tulajdonképpen már elmondtam, ami nagyon fontos, hogy ez a 22 perc úgy használható fel, hogy egy adott kérdéskörre egy adott idő vonatkozik majd, és hogyha azt abban a kérdéskörben például az 5 percet nem használja ki a jelölt, akkor azt a következő kérdéskörre a megmaradt időt nem viheti át, tehát az az idő tulajdonképpen elveszik. Arra is figyelni fogok az esélyegyenlőség fenntartása érdekében, hogy nem mindig ugyanazt kezdje a kérdésemre a válaszadást, hanem ebben is forgunk majd, tehát mindig más lesz az első válaszoló. Tehát akkor induljon a mai beszélgetés. Mindenkitől egy rövid bemutatkozást kérek. Először dr. Csuszda Gábortól. Jó estét kívánok, főszerkesztő úr! Köszöntöm a tisztelt ózdiakat, és természetesen köszöntöm a polgármester jelölt társaimat is. Dr. Csuszda Gábor vagyok, igazi lokálpatriótának tartom magamat, hiszen születésemtől fogva itt élek Ózdon. Az egyetemi éveimet leszámítva itt is töltöttem minden időmet, és az elkövetkezendő éveket, évtizedeket is itt szeretném tölteni. Eddigi munkáim során a Vármegye és a térség fejlesztéséért dolgoztam, így elmondhatom azt, hogy jól ismerem nem csak Ózdot, hanem a térséget és szinte egész Borsod-Zemplén Vármegyét. Hivatásként tekintek a képviselői munkámra, legyen szó akár a helyi önkormányzati, akár a vármegyei közgyűlési munkára. Ez az az elmúlt 5 évben végzett feladat, amely alapján azt gondolom, hogy Ózd vonatkozásában ismerem a lakosságnak a problémáit, ismerem a lakosság véleményét, és szeretném azt képviselni a következő években, akár évtizedekben is. Hivatásként tekintek, ahogy elmondtam, erre a feladatra, és rendkívül büszke vagyok arra, hogy Rizs Gábor országgyűlési képviselő úr mellett, mint kabinetfőnök és kampányfőnök dolgozhattam. Ezekben az években rendkívül jó kormányzati, minisztériumi kapcsolatokra tettem szert, amelyet szeretnék kamatoztatni városunk érdekében.
Van még 38 másodperc. Ahhoz, hogy az emberek lássák azt, hogy mi milyen elképzelésekkel szeretnénk nekifutni ennek a választásnak és a következő ciklusnak, a következő 5 évnek a város életében, egy olyan világos, megvalósítható programot dolgoztunk ki, egy olyan 15 plusz 1 pontos programot, amely szolgálja azt a célt, hogy Óznak legyen jövője, és amely kormányzati támogatást is maga mögött tud. 14 másodperc van még. Köszönöm szépen. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje után következik Fidrus Péter, aki független polgármester jelölt. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm én is a nézőket. Fidrus Péter vagyok, 50 éves nős vagyok, egy 21 éves fiúgyermek édesapja. Párom a járási hivatalban dolgozik, fiunk pedig az EGRI főiskolán tanul programtervező informatikusként. Hódoscsépányon élünk nagy szeretetben. Jelenleg az Ózdi állategészségügyi telep vezetőjeként dolgozom, és 10 éve vagyok a 10-es számú választókerület képviselője. Tagja vagyok a Szociális Bizottságnak, az Ügyrendi Bizottságnak, ezen kívül a Távfőfelügyelő Bizottsági tagjaként is tevékenykedem. Elnöke vagyok az Ózdi Állat és Környezetvédelmi Alapítványnak, alapítója vagyok a Tradíció és Haladás Alapítványnak. Célom egy biztonságos, élhető város létrejötte, ezért kiemelt figyelmet fordítok a roma kérdés megoldására, a kóborkutyák helyzetének megoldására, menhely építésével, csíp ivartalanítási programmal, valamint rendeletet alkotnék az ingatlanok megfelelő elkerítésének érdekében. Nagy figyelmet fordítanék a turizmus és egészségturizmus fejlesztésére, ezáltal a munkahelyek létrehozására is. Turista szállásokat is létrehoznék a városban. Újra létrehoznám a szociális szövetkezetet, amely szintén munkát biztosítana a városban élők számára. Újra nyitnám a szikvízüzemet, a gyümölcsfeldolgozót, a beton elemgyártó üzemet. Felvásárló telepet hoznék létre gomba, csirke, bodza és egyéb bogyós gyümölcsök átvételéhez, hogy segítsem a képzetlen munkaerőt is. Szorgalmaznám egy városi kertészet létrehozását, szintén munkahelyteremtő szándékkal. Segítenék létrehozni az Ózdi Kosár közösséget, amely bevételt nyújtana fő- és mellékállásban termelők, kismamák, nyugdíjasok, kézművesek részére, üzlethelyiséget biztosítanék az árucikkeik árusítására. Köszönjük szépen! Köszönöm. Következő polgármester jelölt szintén függetlenként indul, Szőcs Zoltán. Szőcs Zoltánnak hívnak, 44 éves vagyok, házas, 2 gyermek, édesapja, jelenleg az OAM munkatársa vagyok, és nehézgépkezelőként dolgozom. Célom, hogy az ózdi népek előrbe jutását segítsem, oly módon, hogy munkahelyeket szeretnék létrehozni. Ezáltal az elvándorlás is csökkenne, átláthatóbb üvegpolitika rendszert szeretnék. Fontosnak tartom a turizmus, hátrányos helyzetű gyermekek, közbiztonság, parkolási lehetőségek, úthálózatok, járdák, játszóterek, idősek otthona, családok átmeneti otthona és az infrastruktúra fejlesztését, támogatását. Ezen kívül ki szeretném emelni a peremkerület fejlesztését is, mert a vízelvezető árkok is ki kell alakítani, mert jelenlegi állapotukban nem felelnek meg az elvárásoknak. Bővíteni kell a szennyvízcsatorna rendszert és a kátyús utakat is kell javítani. A szilárd útburkolat nélkül lévő utakat le kell aszfaltozni. A közhasznú munkásokban rejlő lehetőséget is szeretném kiemelni, mert több lehetőséget látok bennük. Önkormányzati céget létrehozva raklap, térkő, szegélykő és járdalapok gyártását is el tudnám képzelni. Az ebből befolyt összegből bónuszrendszert lehetne fizetésükként növelni. Ennyi, van még 33 másodperc. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen. Janicsak Dávid, az Ózdiakért és Ózdért Egyesület polgármester jelöltje következik. Tisztelt főszerkesztő úr, tisztelt jelöltársak, üdvözlöm a kedves tévénézőket is, és azokat is, akik online követik a műsort. Janicsak Dávid vagyok, 37 éves nős, feleségemmel Urajon élünk. Született Ózdi vagyok, 2 hétnél tovább sosem voltam távol a városunktól. Diplomás ember vagyok, de nagyon sok munkakörbe belekóstoltam az életemben, úgyhogy a munkavilágát azért testközelből ismerem, ez nagyon sok rutint adott egyébként az önkormányzati munkában is. Dolgoztam zöldséges eladóként, voltam Kovács mellett inas,
vezettem az Arlói Suvadásligetet, voltam Szilvásvárad marketing menedzsere. Tudok autóbuszt vezetni és kamiont vezetni, de 27 éves koromban az Ózdiakra esküdtem fel és az ő szolgálatukat vállaltam. Az Ózdiak bizalmának köszönhetően most már 10 éve vezetem a várost, és úgy gondolom, hogy a bizalmukat sikerült is megszolgálni. Időközben voltam országgyűlési képviselő is, ugye ezt még a Wikipédia is írja, hogy 2 napig visszaadtam a mandátumomat, mert az Ózdiak képviseletére itt helyben esküdtem fel, nem pedig a távolból. Van egy nagyon jó csapatom, az Ózdiakért és Ózdért Egyesület színeiben induló jelöltek. Mind olyan ózdi emberek, akik maguktól boldogultak a szakmájukba, nem a politikai tápláléklánc valamelyik szintjén kezdték el a karrierjüket, hanem ők is a munkavilágában élték végig az életüket, és Ózdon is tudtak maradni, Ózdon is szeretnének maradni. Elhivatottságuk az, hogy tegyenek a választókerületükért, tehát egyiken sem a megélhetésért indulnak, úgyhogy bízom benne, hogy ők is meg fogják majd kapni a bizalmat az ózdiaktól, hogy bebizonyíthassák azt, hogy tényleg az ózdiakért és ózdért kívánnak tenni. Ők egyébként teljesen civilek a legtöbbjük, és a város számtalan területéről és a munkavilágának számtalan területéről érkeztek a jelöltjeink. Én bízom bennük, bízom benne, hogy az ózdiak is fognak. Köszönjük szépen, ez volt tehát a bemutatkozó kör 2 percben. A következő témakörre már 5 perc jut mindenkinek, átállítjuk az órákat, és akkor láthatják majd önök is a lenullázott, pontosabban az 5 percnél induló időt. A következő témakör pedig a város jelenlegi helyzete lesz, itt már remélem, hogy majd egymás véleményéhez is hozzászólnak. A város jelenlegi helyzete ki milyennek ítéli, miért olyan, amilyen, hogyan lehet rajta javítani, és ezt a kört Fidrus Péter független polgármester jelölt kezdi. Az állatvédelmi munkámból adódóan elég gyakran fordulok az ország különböző településein. Ilyenkor mindig szóba kerül Ózd helyzete, hiszen tudják máshol is, hogy milyen rossz nálunk a helyzet a kóborkutyák terén. És azt kell mondani, hogy aki még soha nem járt nálunk, annak az az elképzelése, hogy Ózd egy lepusztult cigányváros, ahol nagyon sok a munkanélküli, nagy a bűnözési hajlam, és amit a jó érzésű embereknek jobb elkerülni. Tehát elsősorban ezen a szemléleten kell sürgősen változtatni, mert az, hogy milyen az általános vélekedés a városról, az kihat a mindennapjainkra. Tehát akkor fognak majd turisták és befektetők is jönni ebbe a városba, hogyha annak a megítélése megfelelő. Ezért elsődleges célom a városimázs erősítése. A kabinetemben lesz olyan személy, akinek kifejezetten ez lesz a feladata, ezen fog dolgozni. Kiadványokat kell készíteni, meg kell jelenni újságokban, országos televíziós csatornákon. Össze kell állítani egy olyan programcsomagot, amelyet iskolákhoz közvetlenül eljuttatunk, próbáljuk meg őket ide csábítani osztálykirándulásokra. Így tudjuk közvetlenül bemutatni az értékeinket, ezáltal lesz jobb a megítélésünk. Vissza kell állítani Ózd központi szerepét is a kistérségben, ezért nem csak Ózd látványosságait kell bemutatnunk, hanem kiinduló pontként a térség látnivalóit is kínálnunk kell. Karnyújtásnyira van Szilvásvárad, Aktelek, Rudabánya, Gömörszőlő, az Arlói és a Hangonyi tó. Elérhető közelségben van Eger, ahol akár egy teljes napot is eltölthetnek egy-egy csoportok. Ezért létre kell hozni egy megfelelő minőségű és mennyiségű turista szállást is. Azzal egyetértek, hogy a város helyzetét nagyban befolyásolja az országos politika helyzete is. Tudjuk jól, hogy a mostani rendszerben vannak olyan felkarolt kormányközeli települések, ahová a beruházásokat célzottan viszik. Ózdváros ebben a tekintetben nincs szerencsés helyzetben, és lássuk benne, hogy ez akkor sem volt másképp, amikor fideszes volt a városvezetés, fideszes volt a közgyűlés, 2/3 többségben volt az országgyűlés. De nem vagyunk jobb helyzetben a mai nap sem. Tehát semmilyen jelentősebb eredményt nem tudott felmutatni sem a fideszes önkormányzat, és nem tud a mostani sem. Megragadunk különböző pályázat lehetőségeket, amik jók, szépül a város, de a valós és lényeges problémákat nem sikerül megoldanunk. Az országos politikai helyzet tehát nagyban befolyásolja a településünk működését, de nekem a személyes meggyőződésem az,
hogy a NER rendszere hónapokon belül, de legkésőbb a 2026-os országgyűlési választáson kipukkad, és akkor már nem lesz jelentősége annak, hogy egy település kormány közelie vagy sem. Ezért is fontos, hogy a települést egy független, jó koncepcióval rendelkező vezető irányítsa, aki nincs kitéve a különböző politikai elvárásoknak. Amennyiben végbe megy ez a kedvező folyamat, amely megszünteti ezt a fajta politikai függőséget, és a települések visszakapják azokat a bevételeket, amelyek jogosan megilletik őket, akkor pályázati és egyéb forrásokat nem pofára, hanem igazságosan osztják majd, visszaadják a különböző intézmények és iskolák működtetését, és az önkormányzat kezébe, és akkor léphetünk majd igazából fejlődési pályára. Addig is szükségünk van magunkon segíteni egy olyan koncepcióval, amelyet felkínálok a településnek, és amellyel kihúzhatjuk magunkat abból a gödörből, amelyben évek óta vergődünk tehetetlenül. Városunk ma több problémával küzdik, amelyre nem látom, hogy hatékony megoldást kínálna bárki is. Melyekre gondolok elsősorban? Nincs megfelelő számú munkahely. Később részletesen ki fogom fejteni, hogy milyen megoldást kínálok ennek a problémának a megoldására. A látványturizmus, az egészségturizmus beindításával, a szociális szövetkezet, a kertészet vagy a közösség közösség létrehozásával. Az emberek közbiztonságérzete rossz, bár a statisztikák nem ezt mutatják, a lakosság mégsem érzi magát biztonságban. Miért is van ez? Azért van, mert már nem csak a peremkerületeken, hanem a város központjában, vagy az üzletekben is gyakran látunk hangoskodó, viselkedni nem tudó szemetelő egyéneket, akik nem tartják be a társadalmi normákat. Ismét megnőtt az áramlopások száma, bömböltetik a portákon a zenét, zavarva ezzel a környezetükben élőket. Ruhában fürdenek a strandon, kötekednek buszokon, közterületeken, bizonyos rétegek. Köszönjük szépen. Közben elmondanám, hogy véleménycsere ugye akkor tud kialakulni, hogyha nem monológokat mondunk, tehát az 5 percet azt úgy is fel lehet használni, hogy részleteiben. Majd látjuk, hogy mennyire sikerül ez. Ugyancsak a témánk a város jelenlegi helyzete, és Szőcs Zoltán független jelölt következik. Jelenlegi helyzetben jellemző a munkanélküliség, a gyárak, nagyvállalatok hiánya, romos épületek, elhanyagolt árkok, amik nincsenek rendbetéve, a peremkerületen a kátyús utak, megint csak a vízelvezető árkok és a szennyvízcsatorna rendszer hiánya. A turizmus helyzete az itt a városunkban az hiányos, az hagyna maga után kívánnivalót. Lehetne itt fejleszteni pár dolgot, gondolok én bobpályára, paintball lehetőségekre, amit ki lehetne fejleszteni, hogy az emberek a feszültséget a munka után le tudják vezetni egy jó kis lövöldözésre esetleg, és akkor ki tudná kereszteni a gőzt. Lehetne egy kilátót is építeni, és akkor a turizmust lehetne fejleszteni itt a városunkba. A munkalehetőség van a legfontosabb, ami kellene, ugye én jelenleg is az olyan dolgozója vagyok, biztos jövedelemmel rendelkezek, rendes fizetést itt most én úgy gondolom, hogy a közhasznúak elég keveset kapnak, ők nekik is volna lehetőség őket is fejleszteni, amit elmondtam az előzőjökben is, hogy több bért vigyenek haza. Röviden most így ennyi. Köszönöm szépen. Jani Csak Dávid következik, az Ózdiakért és Ózdért polgármester jelöltje. Köszönöm. Hát a jelenlegi helyzet a témakör, ezt két oldalról lehet megközelíteni. Az egyik megközelítés az az önkormányzat oldala. Az önkormányzat oldaláról azt gondolom, hogy nem mondok nagyot, hogyha azt mondom, hogy a 75 éves városunk legnehezebb 5 éve van mögöttünk, ugyanis 3 olyan válság tört ránk, ami korábban nem volt jellemző, ilyen a Covid-járvány, az energiaválság és gyárak bezárása, ugye két legnagyobb foglalkoztatónk távozott a városból, ez hatalmas adóbevétel kiesést is jelentett az önkormányzatnak, itt több 100 millió forintról van szó, és mindezen válságok ellenére meg tudtuk őrizni a dolgozóinkat.
Megőriztük a dolgozóinkat, de a fizetőképességünket is. Nincsen tartozásunk, nincsenek kifizetetlen számláink, van azonban megtakarításunk, vannak önerős fejlesztéseink, most már a városrehabilitációs keretből is a második kört tudtuk elindítani. Vannak átlátható közbeszerzési eljárásaink, ahol a versenynek köszönhetően több 10 millió forintos megtakarításokat érünk el projektenként. Van olyan projekt, ahol 40 millió forintos megtakarításunk van, és ezt újra ki tudjuk írni, és újra fel tudjuk használni arra a célra. A közterületeink tiszták, gondozottak, rendezettek. És meg lehet nézni a város jelenlegi helyzetét a város egésze szempontjából. Van azért jó minőségű tiszta levegünk, van jó minőségű tiszta vízünk. Ez egyáltalán nem elhanyagolható, nagyon sok helyen örülnének neki, hogyha ilyen adottságok lennének. Ez egészen addig fennáll, amíg valaki aksigyárat nem akar idehozni. Van jól működő vízvezeték hálózatunk, ugye a tegnapi műsorban ezt kifejtettem, hogy Ózdon azért hatalmas siker az, hogy a befektetéseknek köszönhetően, amit a vízhálózatra költöttünk és költünk folyamatosan, nem igazán vannak például csőtörések. Működő közszolgáltatások vannak, működnek az oktatási, nevelési intézmények, kultúra fellegvára vagyunk, a sport is működik a városban. Egyre több útjárda, parkoló épül meg, népszerű pihenőhelyeink vannak, gondolok itt akár az állatsimogatóra vagy a drótostetőre. Vannak előremutató komplex projektjeink, amik a városnak nagy hasznára lesznek az elkövetkezendő időkben. És van még nagyon sok megoldandó feladat, ami vár ránk. Tehát ismerjük minden problémáját a városnak, rengeteget kell dolgozni, és ennek soha nem lesz vége. Tehát mire valamit megoldunk, addigra lesz újabb probléma. Ezt nekünk folyamatosan dolgozni kell a lakosságért. És ami nagyon hiányzik, az, ahogy már az előttem szólók is említették, az a munkalehetőség. És azt kell látnunk, hogy sajnos 14 évnyi Fidesz kétharmad és Fideszes országgyűlési képviselet mellett sem sikerült a városban jelentős munkahelyet fejleszteni. Ezért úgy néz ki, hogy most már én sem várhatok tovább a képviselőre, hanem a lakossággal összefogva együtt kell fellépnünk azért, hogy Ózdot végre komolyan vegyék az országban. Egyelőre köszönjük szépen. Téma továbbra is a város jelenlegi helyzete. Dr. Csúszda Gábor, Fidesz-KDNP polgármester jelöltje. Köszönöm szépen, hogyha egy helyzetértékelést szeretnénk arról, hogy hol is tart most a város, akkor egyrészt meg kell azt vizsgálnunk, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban mi történt, és mi történt az elmúlt 10 évben, hiszen ciklusokra lehet osztani ezeket az elmúlt évtizedeket. Ha most nézzük a várost, akkor egy lelassult, beszürkült városképét látjuk, amely nem vonzó a fiataloknak, amely nem jelent egy olyan gazdasági környezetet, ahova szívesen települnének a vállalkozók. Folyamatosan csökken a lakosság. Ugye ezt pontosan látjuk a számokból, hogyha megnézzük a rendszerváltás óta eltelt időszakot, akkor tragikus a helyzet. Ha megnézzük az elmúlt 10 évet, akkor is azt látjuk, hogy tizedével csökkent a lakosság, tehát 10%-kal csökkent az ózdiak száma, a helyben élők száma. Az is rendkívül zavaró, hogy szinte csak a negatív hírek kapnak országos hírverést városunkról, tehát pozitív hírekkel ritkán tudunk szerepelni országos hírcsatornákban. A kisgyermekes családok egy része más városok játszóterére kell, hogy elmenjen kikapcsolódási lehetőséget keresni. Ez mind-mind egy olyan helyzet, amelyen változtatni kell, mert így a jövőnk nem biztosított itt Ózdon. Elmondhatjuk azt is, hogy a felnőtt sportcsapataink egyre kevesebb sikerrel tudják megörvendeztetni a helyi szurkolókat. Erre mondjuk rácáfolt, hála jó Istennek, a futballcsapatunk, amely megnyerve a Megye 3-os bajnokságot, ugye az osztályozó mérkőzésre vár, és visszaadhat valami olyat Óznak, ami az utóbbi években elveszett a sport szeretetének a hiánya miatt, amely sajnos a jelenlegi városvezetést jellemzi, és ugye ennek lett némileg áldozata is az, hogy a felnőtt kézilabda csapatunk olyan eredménnyel tudta hozni ezt az idei szezont, amellyel hozta. Látnunk kell azt is, hogy polgármester úr említette már a munkahelyek számának a hiányát, a munkahely teremtés hiányát. Ő maga volt az, aki 2014-ben azzal kampányolt, hogy sorban állnak a befektetők a város határában. Sajnos ezek a befektetők azóta sem érkeztek meg. Így azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10 évben munkahelyteremtés szempontjából a jelenlegi városvezetés nem vizsgázott túl jól, és éppen ezért változásra, egy új városvezetésre van szükség véleményem szerint.
Úgy gondolom, hogy van most mire reagálni. Fidrus Péternek nincs már ideje, elhasználta sajnos az 5 percet. Csak javítani szerettem, hogy nem megye 3-at nyert, hanem megye 1-et. Bocsánat, akkor rosszul mondtam. Elnézést. Játszott az NB3. Kérdezem az urakat, hogy kívánnak-e? Ja, természetesen. Tehát nem vonzó a város a fiatalok számára, azt hallhattuk, hát persze, hogy nem vonzó, minden egy kérdésen múlik, van-e munkahely. Ha van munkahely, akkor minden város vonzó, akkor oda költöznek. Folyamatosan csökken a lakosságszám, ez is ide vezethető vissza, de egyébként érdekes, hogy az egész országban is folyamatosan csökken a lakosságszám, tehát valamiért az országot is elhagyják, pedig 14 éve önök vannak hatalmon. Játszóterek, így van. Ahogy mondtam, nagyon sok feladat áll még előttünk, eddig nem volt prioritás a játszóterek fejlesztése, a lakossági igények azt mutatják, hogy most már ezt is prioritásba kell tenni. A sportcsapatok eredményessége pedig egyáltalán nincsen kapcsolata azzal, hogy a városvezetés szereti-e a sportot, vagy nem. Egyébként én szeretem a sportot, és nagyon sok sportot kedvelő ember van közöttünk, de azt is tudni kell, hogy az önkormányzatnak nem kötelező feladata a sportnak a fenntartása és támogatása. Ennek ellenére éves szinten több mint 150 millió forintot költünk a városi sportra, és az a probléma, hogy olyan évek vannak mögöttünk, ahogy már említettem, hogy meg kellett gondolni, és ráadásul kormányzati utasítás is volt arra, hogy a kötelező feladatainkat lássuk el elsősorban. Van még idő, hogy lehet reagálni. A stadion felújítása az nekem is szívügyem volt. Én napi szinten járok a stadionba súlyemelős edzésre, meg erőemelős edzésre. Szomorúan tapasztaltam azt a helyzetet, hogy mennyi pad el van törve. Ezt nem tudom, hogy mi okozta. Ennek a kijavítása egyébként kevés összegből is megvalósulhatott volna, főleg, hogyha a közhasznú munkásokat vesszük, akkor tudtak volna segíteni, és akkor nem egy nagy vállalkozónak kellett volna kifizetni a számlát, hanem meg tudták volna belső berkeken is oldani, sokkal kevesebb összegből, le tudták volna festeni, le tudtuk volna gyártatni egy fafeldolgozó üzemessel, és teljesen rendbe lehetett volna rakni. Mert ugye, ha ott bármilyen műsor is, bármit szervezünk, vagy foci meccset, bármit, a rallit, akármit, azért a nézőknek azért teljesen jó, ha le tudnak ülni valahova, és akkor egy biztonságos helyre ülnének le, mert ezt gondolom, hogyha ott valaki balesetet szenvedne, akkor ebben az esetben biztos, hogy valaki elő lenne véve. További reakciók? Fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy mit szeretnének az ózdiak. Véleményem szerint erős oktatást, munkahelyeket, az időseiket biztonságban tudni, és olyan kikapcsolódási lehetőségeket, amivel hasznosan tudják eltölteni helyben itt a szabad idejüket. Ehhez a városnak meg kell kreálnia, meg kell alapítania egy olyan térségi fejlesztési tervet, amely élvezi a kormányzat támogatását. Az elmúlt hetekben volt szerencsém erről tárgyalni a 15+1 pontos programunkról Navracsis Tiborral, közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, aki támogatásáról biztosította ezt a programunkat, és biztosította arról, hogy a kormányzatnak fontos, hogy Ózdot fejleszteni tudja, és az ózdi emberek boldogulását itt helyben tudja biztosítani. Ugyanerről a témáról a Dukai Miklós önkormányzati államtitkárról is tudtam néhány szót váltani az elmúlt hetekben, és onnan közelíteném meg a problémát, hogy a 15+1 pontos programunk pontosan azokat a témaköröket boncolgatja, és pontosan azokra a témakörökre próbáltunk megoldást találni, megoldást javasolni az ózdiak számára, hogy mi hogyan képzeljük el a jövőt, amelyek a legégetőbb kérdések. Ugye a munkahelyteremtés és a közúti megközelíthetőség javításának kérdéskörével külön fogunk foglalkozni, így ebben nem mennék bele, de éppen ezért foglalkoznunk kell az úthálózat fejlesztésével. Ugye itt nem csak a belterületi utakról van szó, ott is van még bőven adósságunk, hiszen 43 olyan útszakasz van, amely felújításra szorul, és 23 olyan útszakasz van a városban, amely még soha nem látott aszfaltot. Tehát itt is van még bőven teendőnk, de a városon keresztül haladó főútvonalakat is fel kell újítanunk. Ugye fontos kérdés az állatvédelem kérdésköre is, hiszen ez szorosan hozzákapcsolódik a közbiztonsághoz, hogy egy-egy adott városrészben milyen a közbiztonsági helyzet, erre megoldást kell találnunk. Éppen ezért Ovádi Péter kormánybiztos úrral már kifejtettük egymásnak a véleményünket, hogy hogyan lehetne itt Ózdon megoldani ezt a kérdéskört egy új állatmenhely építésével, a helyi civil állatvédők segítésével és egy városi szintű ivartalanítási programmal lehetne
kezelni ezt a helyzetet. De nagyon fontos kérdés a fiatalok lakhatásának a segítése, megoldása. Utoljára a 48-as úton és a Bartók Béla úton épültek önkormányzati bérlakások, ez a helyzet tarthatatlan, és az elmúlt években vásárlással sem sikerült növelni az önkormányzati lakásállományt. Köszönöm szépen. Reakció? Egyébként Csuszda Gábor jelölt úrnak egy nagyon jó országgyűlési programja van. Kár, hogy nem országgyűlési választás előtt állunk, mert a programpontjának a legtöbb része azért országgyűlési képviselői feladat lenne, amiket meg kéne oldani, és egyet is értek velük, hogy azokat nagyon fontos lenne megoldani. Sajnos polgármesterként a legtöbb programpont megoldására vagy nincsen akár jogi lehetőség, hatáskör, vagy pedig nem lesz elegendő forrás, hiszen rengeteg milliárd forintnyi ígéret van abban a programcsomagban. Én nem gondolom, hogy fideszes önkormányzatként is a kormányzat azt mondja, hogy tessék, itt van 100 milliárd forint, költsétek el. Ez azért nem így működik, főként, hogy üres az államkassa. Megláthatjuk majd a választás után, hogy milyen megszorítások fognak érkezni. Én azt gondolom, hogy a legtöbb problémánkat helyben kell megoldani. Nyilván a kormányzattal jó kapcsolatot kell ápolni, ez hál' Istennek most is megvan, a függetlenségemet elfogadták, és működő kapcsolataink vannak, erre az elmúlt 5 év egyébként ékes bizonyíték. Úgyhogy azt gondolom, hogy az ígérgetésekből szerintem elég volt, főként ekkora nagyvonalú ígérgetésekből, és abból kell főznünk, ami itt helyben van. Köszönöm szépen. Szőt Zoltánnak van még ideje erre a kérdéskörre, kívánja ezt felhasználni, vagy nem? Azt szeretném elmondani, hogy a peremkerületeken is nagyon fontos volna a vízelvezető árkokat és a szennyvízcsatornákat rendbe tenni. Ott is van rengeteg olyan hely, amin nincs szilárd útburkolat. A Földes Ferenc úton is táblában is régóta várják ott, hogy az egyszer, már nénike 70 éves, és hogy ez egyszer elkészül, eddig se készült el. Nem tudom, hogy majd lesz rá lehetőség, több helyütt hiányoznak még ezek a lehetőségek. Én is csatlakozom, hogy a játszótereket, azokat fel kell újítani. Rengeteg helyütt tapasztaltam azt, hogy a Lipik-tyúkán nincs rajta a fa, akkor rozsdásak, és akkor nem felelnek meg arra, amire valók. Úgyhogy ez javításra szorul, meg kéne, rendbe kéne rakni, és persze az utakat is kátyúmentesíteni kéne. A többieket, ami pedig szilárd burkolatot még nem látott, azokat pedig meg kéne csinálni. Igaz, hogy ez sokba kerül, meg erre valahonnan kell pénzt szedni, vagyis hogy kell pénzt pályázni, hogy ezt honnan, meg milyen módon, meg hogy a nagy pártok hogy reagálják le, ez már egy másik kérdés. Lipityóka, ilyen szép ózdi szavak, orsodi szavak is előkerülnek, aminek nagyon örülök, meg annak is örülök, hogy kialakult ez a véleménycsere. Van még 1 perc, 21 másodperce, mehetünk tovább? Mehetünk tovább. Jó, akkor állítjuk át az órát, és következik a következő témakör. Ezt egyébként Szőcs Zoltán válaszolja majd először meg. Ez pedig a munkahely teremtés, ugye ez Ózdon kardinális kérdés. Múltik, akiknek a helyére nem jött olyan nagy foglalkoztató, mint amilyen elment, de ide tartozhat az elvándorlás is, a fiatalok hogyan csábíthatók vissza, mi lehet itt a megoldás, tehát munkahely teremtés, és az első válaszadós Szőcs Zoltán. Köszönöm. Mint a múltkor is mondtam, hogy nekem rengeteg osztálytársam elvándorolt, és külföldön találta meg, vagy a Dunántúlon, vagy Budapesten, a munkalehetőségeket. Ugye a generál is elment a térségünkből, és sokkal kevesebb foglalkoztatása van a szajának is, úgy tudom 250 fő. A másik dolog ebbe, még nem a munkahelyteremtés, hanem a másik dolog az, hogy itt az ózdi viszonylat mindig előkerül. Most is beszéltem egy kedves barátommal, aki a Wellisbe dolgozik, és elmondta, hogy Daboson a fizetés sokkal több, mint itt. Ez is olyan érthetetlen, hogy az ózdi embereknek miért kell kevesebbet keresni, azért, mert nem vagyunk olyan közel Pesthez, miért nem lehet ugyanazt a bért megadni, ha ugyanazt a munkát elvégzik. De végül is még az ózdiak sokkal több darab terméket gyártanak le kevesebb pénzért, mint ott, és Daboson, és még úgy hallottam, hogy ott szombaton ki tudtak állni maguk mellett, hogy nem kell nekik szombaton bemenni és túlórába bedolgozni a kaja idejüket. Ez is egy elég
fura helyzet. A másik a munkahelyteremtéssel, én úgy gondolom, hogy fel kéne mérni a munkaügyén keresztül, meg egy honlapon keresztül is fel lehetne mérni, hogy az ózdiaknak a képesítése mire szól. És akkor olyan vállalatokkal felvenni a tárgyalásokat, hogy amit az ózdi emberek ki tudnának szolgálni. És akkor ebbe az irányba elmenni. Itt már lehetne fejleszteni az infrastruktúrát, lehetne fejleszteni az ipari parkokat, és akkor pont megfelelőnek, amelyik cég jönne, annak megfelelően lehetne ezeket kifejleszteni, és gondolom, hogy így Ózd jobban felkerülne a nagymultiknak a térképére, és azt mondanák, hogy szívesebben elmennék Ózdra, hogy munkahelyeket hozzanak ott létre. Így az elvándorlás is szerintem a fiataloknak is sokkal másabb lenne, mert azt mondaná, hogy ha kevesebb pénz is, de maradok a szeretett városomban, mert csak rengeteg ember itt járt iskolába, itt vannak barátai, itt talált rá szerelem, és gondolom, hogy jobban szeretne Ózdon maradni, meg nem szeretne külföldre kimenni, külföldnek adózni, mert azért csak magyar állampolgárok vagyunk, akkor csak a magyar államnak kéne adózni, és akkor ezt vissza is tudnánk fordítani a bármibe, az orvosi rendszertől kezdve bármibe. Maradt még ide, úgyhogy tud majd még hozzászólni, Jani, csak Dávid következik. Teljesen beszűkítették a látásmódunkat, tehát próbálják elhitetni az ózdiakkal, hogy helyben Fidesz-KDNP és városvezetés kell ahhoz, hogy munkahelyek jöjjenek Ózdra. Elég felháborítónak tartom, hát gondoljunk bele, országos szinten a magyar GDP-nek a kétharmadát olyan településeken termelik meg, ahol szabadon gondolkodó városvezetés van, nem fideszes. És sosem kérdés, hogy Budapestre megye foglalkoztató, Miskolcra, Szegedre megye foglalkoztató. Szegeden 1000 éve baloldali városvezetés van, és a BYD is ugye ott vetette meg a lábát. Na de mi kell a munkahely teremtéshez, és szerencsétlen ezt a szót használni, mert teremteni a jóisten tud, mi munkahelyek kialakítását tudjuk elősegíteni. Kell hozzá befektető. Ez az alapvető. Befektető kell ahhoz, hogy munkahely legyen. A befektetőt valamivel ide kell vonzani. Ebbe két irányú feladatok vannak. Vannak a városvezetésnek feladatai. A városvezetésnek feladata, hogy biztosítson területet, biztosítson rendelkezésre álló munkaerőt helyben, és biztosítsa hozzá a helyi szolgáltatásokat, az infrastruktúrát. Na most 30 éves hiátust kellett pótolnunk azzal, hogy létrehoztuk táblában a zöldmezős ipari területünket. Előtte, hogyha befektető érkezett a városba, vagy egy szántóföldre tudtuk kivinni, vagy a város közepén a régi gyár helyére, ami egy szennyezett terület, és a japánok azt mondták, hogy you just waste my time, vesztegeti az időmet. Úgyhogy a zöldmezős iparterület kialakításával, ugye korábban már hallottam itt az ellenfeleimtől, hogy ez egy mocsaras terület, meg feltáró utak vannak benne csak, az összes közmű oda van véve. A terület mocsaras persze, az egész város mocsaras, természeti adottságaiból adódóan. Egyébként már régen kiszáradt volna, mert a vízelvezetése nagyon jól meg lett csinálva. Az a baj, hogy annak a fogadó része, az állami patak, a Kajla-patak és a Hangony-patak kotrása nincsen megoldva, ezért nem tudja elvezetni a vizet. De ettől függetlenül is egyébként simán lehet rá építkezni cölöpöléssel, úgy, ahogy a Jüszköt is építik a város központjában is, 13 méter mélyre kellett cölöpöket leverni. A munkaerő az a rendelkezésünkre áll, tehát tudjuk, hogy Ózdon nagyon sokan keresnek állást, ha pedig olyan szakképzett munkaerőre van szükség, azok jönni fognak máshonnan is, csak ahogy az előttem szóló is mondta, megfelelő bért kéne adni Ózdon is, nem pedig Borsodban azonnal levinni a bérszínvonalat. Helyi szolgáltatások, infrastruktúrák biztosításával jól állunk, és jön az állami feladat. Kör, tehát az államnak kellene biztosítani a város megközelíthetőségét közúton, ebben azért van hiány, vasúton, ebben is jelentős hiány van, elegendő energiát kéne biztosítani, sajnos az sem áll rendelkezésre. Egy dologban áll jól az állam, a velünk való kapcsolatban, abban, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség most már hetente, két hetente küld befektetőjelölteket, ebből már több személyes tárgyalás is volt, úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan megtaláljuk azt a befektetőt, aki a városban valódi munkahelyeket tud majd építeni. Dr. Csúszda Gábor. Köszönöm szépen. Ígérgetésekről beszélt polgármester úr, hát ezt személyes tapasztalatból is jól tudhatja, hiszen 2014-ben ő maga is olyan ígéret halmazdal állt az ózdiak elé, amely sok-sok milliárd forintba került volna megvalósítani. Azonban abból vajmi kevés dolog valósult, mert azt azért valljuk be őszintén. A mi programunk abban különbözik az önétől, az a 2014-es programjától, hogy a miénk az egy valós program, megvalósítható program, amely élvezi a kormányzat támogatását, és amennyiben bizalmat szavaznak nekünk az ózdiak, ezt mi meg is fogjuk valósítani maradéktalanul.
A választási programunknak szerves része a munkahelyteremtés. Pontosan azért, mert ez a legfajsúlyosabb kérdés, és ez a legfontosabb kérdés, négy felé osztottuk ezt a témakört, hiszen nem lehet összességében annyival letudni, hogy munkahelyet kell hozni a városba, hanem ennek számos egyéb feltétele van, és olyan előfeltételek, amelyeket meg kell ahhoz valósítanunk, hogy befektetők számára vonzó legyen városunk. Ugye a városban működő vállalkozásokkal élő kapcsolatot kell tartani az önkormányzatnak. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen emlékszünk arra, hogy az utóbbi években, amikor a két legnagyobb foglalkoztató távozott a városból, az szinte hideg zuhanyként érte az önkormányzatot. Ez akkor nem valósulhatott volna meg, és nem történhetett volna meg, hogyha élő kapcsolata lett volna az önkormányzatnak a legnagyobb foglalkoztatókkal. Mi pontosan ezért tartottunk a napokban is egy olyan megbeszélést Lantos Csaba energiaügyi miniszterrel, amelynek a fő témája az energia kérdésköre volt. Ez egy nagyon fontos kérdés az utóbbi évek tükrében, és a következő évekre is, hogyha előre tekintünk, akkor látjuk azt, hogy ez lesz az egyik legfontosabb kérdéskör. A város valamennyi nagy foglalkoztatója elfogadta a meghívásunkat, és ezt az együttműködést mi tovább szeretnénk folytatni a jövőben. Rendkívül fontos az ipari területeknek a kialakítása, és a meglévő ipari parkunknak, amely igaz, hogy magánkézben van, de az utóbbi 30 évben senki nem gondolt arra, hogy annak a területnek a rehabilitáció, annak a területnek a hasznosítása, az igenis az Ózdiak feladata is lenne, tehát ebben a kérdéskörben is előre kell majd lépnünk a következő években. Ki kell dolgoznunk egy olyan valós gazdaságfejlesztési programot, amely amúgy is kötelessége az önkormányzatnak, tehát minden év, minden ciklus elején el kell fogadnunk egy gazdaságfejlesztési programot. Ez megtörtént most is, de valós célok nincsenek benne megfogalmazva, ezt sokkal alaposabban kell kidolgozni, és végül eljutunk oda, hogy új munkahelyeket tudunk a városba hozni kormányzati segítséggel. Ugye erre voltak ígéretek, ahogyan azt már korábban mondtam, a jelenlegi városvezetés részéről, azonban ezek nem valósultak meg, így ez a jelenlegi helyzet most. Fridrus Péter. Hát többen sokféleképpen vélekednek erről a témáról, az egyik oldalról azt halljuk, hogy a munkahelyteremtés nem az önkormányzat feladata, hanem feladata neki az, hogy előkészítse a terepet a befektető számára, ez részben igaz is. Viszont a előkészített ipari park, ahogy polgármester úr is említette, készen áll, mégis évek óta hiába várunk. Egyetlen cég sem jelezte még letelepedési szándékát. A másik oldalról azt halljuk, hogy csak a kormány tud ide munkahelyeket hozni, ezért kormánypárti polgármestert kell választani. Hát ebben a formában ez sem igaz, mert ha a kormány nem azt nézi, hogy egy térség leszakadóban van, segíteni kell őt munkahelyekkel, az ott élő állampolgárokat, hanem azt nézi, hogy hol milyen színű a polgármester, az már régen rossz, azt a kormányt el kell zavarni a fenébe. Tehát ez a fajta megközelítés csak félrevezetés politikai haszonszerzés céljából. Egy befektető azt fogja nézni, hogy a városban van-e megfelelő munkaerő, van-e megfelelő infrastruktúra, illetve mennyire élhető az a település. Én azt gondolom, sőt tudom, hogy a képzett munkaerő már dolgozik valahol, vagy éppen városon belül, vagy éppen más településen találta meg a boldogulását. Viszont a képzésben, az oktatásban az önkormányzatnak túl nagy mozgástere nincsen. Ez is állami feladat. A város imázs javításán tudunk segíteni, vonzóvá tudjuk tenni a települést azzal, hogy bemutatjuk az értékeinket. Nekem azonban konkrét elképzeléseim is vannak a közvetlen munkahelyteremtést tekintetében. Már eleve azzal, hogy polgármesterré választanak, több tucat munkát tudok biztosítani Ózdiaknak, mert mögöttem nem áll egy csapat, tehát én függetlenként indulok, nem kell politikai állásokat biztosítanom senki számára. Megválasztásom esetén egy szakértőkből álló kabinetet állítok fel, ahol pénzügyi, turisztikai, jogi vonalon mozgó embereket fogok alkalmazni, javarésze már készen áll a feladatra. Ezen felül külső bizottsági tagokat tekintve a felügyelő bizottsági helyekre olyan személyeket helyezek, akik hozzáértők,
ezeket a munkaköröket megpályáztatom a lakosság körében, és párthovatartozástól függetlenül a legalkalmasabbakat fogjuk alkalmazni. A képzetlen munkaerő foglalkoztatására is van megoldás, illetve lesz. A szociális szövetkezetet hiba volt megszüntetni. Tudom, hogy nem nyíltak megfelelő pályázatok, amikre vártunk, de a különböző gépek, eszközök odaadásával, átcsoportosításával lehet rentábilissá tenni a szövetkezetet. Akár a szikvízgyártással, vagy a gyümölcsfeldolgozással, vagy a már korábban említett betonelem gyártásával is lehet foglalkoztatni az embereket. A gyümölcsfeldolgozóban van lehetőség aszalásra is, tehát be lehet vonni azokat az embereket is a folyamatba, akik gombát, bogyós gyümölcsöket, bodzát, csipkét ezeknek a gyűjtésével foglalkoznak. Nagyon sok rászoruló embernek tudnánk ezzel is segíteni. Egykor a városban működött kertészet. Tehát én megfontolnám a kertészetnek a újra létrehozását is, mert földünk van, munkaerő van. Helyben megtermelhetnénk azokat a zöldségeket, gyümölcsöket, amelyet akár az iskolai étkeztetésben is fel tudnánk használni. Vagy virágokat is nevelhetünk ezekben a kertészetben, hiszen Miskolcról és Budapestről szerzik be a településen lévő virágüzletek a virágokat. A nyíregyházi kosárközösség mintájára létre lehet hozni az ózdi kosárközösséget, ezzel a környéken élő kistermelőket és a kézműveseket tudnánk helyzetbe hozni. Az interneten bárki utána tud nézni a nyíregyházi kosárközösségnek, ez egy jól működő, kidolgozott metódust tudnánk átültetni gyakorlatilag kockázatmentesen, kevés befektetéssel. Van tehát lehetőség munkahelyet teremteni, csak kell egy olyan koncepció, ami alapján végigvisszük az elképzeléseket, és kell egy felelős, aki gondozza ezeket a projekteket. Nem elég csak létrehozni valamit, aztán nem foglalkozni vele, mert sok esetben sajnos ez történt meg. Korábban említettem a gyógyturizmus meghonosítását, és ez lenne a másik irány, amely révén nem csak látogatókat, érdeklődőket hoznánk a városba, hanem munkahelyeket is tudnánk ezekkel generálni. Nem tudom, mennyi időm van, lesek még, elfogy az időm. Ennek is utána lehet nézni, a piramis építésről beszélek, amelyet többen megmosolyodtak. Majd erről beszélünk még, jó. Szerintem. Ki folytatja? Engedi akkor. A polgármester úr említette, hogy Szijjártó Péter miniszter úrral milyen jó kapcsolatot ápol. Én azért arra felhívnám a figyelmét, hogy ne keverje össze azt, hogy a miniszter megadja a választott város vezetőnek a tiszteletet, és számba veszi azt, hogy az ózdiak döntöttek, önt választották 2019-ben polgármesternek, és ezért együtt dolgozik olyan szempontból önnel, hogy befektetőket próbálnak irányítani a városba, hiszen mi vagyunk azok, akik élvezve a pártcsaládunk támogatását, valóban jó kapcsolatot ápolunk mind Szijjártó Péter miniszter úrral, mind pedig Jó Istvánnal, a Nemzeti Befektetési Ügynökség igazgatójával. Ennek egyik kézzel fogható eredménye is lehet a közeljövőben a Neutrik Hungary Kft.-nek a második ütemű fejlesztése, amely jelen pillanatban már a kormány előtt van. Kapacitást szeretnének bővíteni, a gyártást szeretnék bővíteni, és ezzel új munkahelyeket is létrehoznának a városban. Ez egy olyan eredmény, amely várható a közeljövőben. És azt se felejtsük el, hogy Ózdon egyedül a kormány volt az, a Fidesz-KDNP vezette kormány, amely javított a foglalkoztatási helyzeten az elmúlt években. Ne felejtsük el, hogy az OAM Kft.-ben az állami tulajdonrész vásárlásával egy olyan biztonságot teremtett, amellyel megteremtett annak a lehetőségét, hogy ez a cég tovább tudjon működni. Ne felejtsük el azt sem, hogy amikor az ABB távozott a városból, akkor az állam volt az, a kormány volt az, amely egyből segítségére sietett az ózdiaknak, és a Wellis formájában 800 főnyi munkahelyet ígért, amelyet jelen pillanatig még nem értünk el, de ezt a vállalást tette a cég, amelyet fog is teljesíteni. Ugyanígy a Neutrik Hungary Kft. Is 400 fős vállalást tett, és az eléréséhez további fejlesztéseket fog végrehajtani. Tehát egyedül az ózdiak, akire számíthattak, az a Fidesz-KDNP vezette kormány volt. És arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem csak az új cégek városba hozatala kell, hogy legyen a célunk, hanem az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell arra fordítania, hogy ne szimplán úgy tekintsen a meglévő cégeinkre, mint pusztán adóbefizetőkre, hanem megfelelő kapcsolatot ápoljon velük, hiszen nekik köszönhetjük, hogy fejlesztéseket tudunk végrehajtani a városban. Köszönjük.
most jobban sajnálom, hogy lejárt az ideje, mint ő, hiszen tőle akartam kérdezni, hiszen Rizs Gábor mellett dolgozott akkor is, amikor 2021-ben Rizs Gábor nem ígérgetett, hanem sajtótájékoztatón konkrétumokat mondott, hogy 2022 nyarára egy 1,3 milliárd forintos támogatásból elkészülő ipari parkban 550 fős munkahelyet fog létrehozni az autóbuszgyár, konténergyár, napelemgyár, betonelemgyár. Ezekből nem lett semmi. Én úgy gondolom, hogy ezek a mostani ígéretek is ugyanilyen szinten vannak, ahogy a bányanyításból se lett semmi, a Manda 700 fős munkahelyéből, a japán tisztaszín technológiából, de sorolhatnánk még rengeteget, ami ígéret már elhangzott. Abban semmiképp nem szeretnék versenyezni önnel, hogy a Fidesz-KDNP párcsaládjával ki van jobban, nem szeretnék velük jóba lenni, a várost szeretném képviselni függetlenként bármilyen párt előtt. Én azt gondolom, hogy ahhoz nincsen szükség arra, hogy az ember párttag legyen. Egyetlen egy befektető se kérdezte még meg tőlem, aki idejött Ózra, hogy fideszes vagyok-e, azt megkérdezte, hogy milyen messze van az autópálya. Arra meg elég szomorú választ tudtam neki adni 14 év fideszes kormányzás után is. Egyébként nézzük meg, hogy Putnokon vagy Borsodnádasdon, ahol régóta regnáló fideszes polgármester van, ott vannak munkahelyek, oda járnak már az ózdiak dolgozni, több ezer fős munkahelyekbe, fellendült a térség tőle. Nincsen sajnos. De nézzük meg, hogy Miskolcon, ami ellenzékben van 5 éve, az elmúlt 5 évben 90 milliárd forint értékű fejlesztést hajtott végre, 7 cég települt be a városba, több száz új munkahelyet létrehozni. Nem azt akarom mondani, hogy azért, mert ellenzéki. Azt akarom mondani, amit az emlegetett Szijjártó Péter ebben a stúdióban mondott, senkit nem érdekel, hogy milyen pártszínezetű a képviselő vagy a polgármester, az a kérdés, hogy el tudják-e intézni, hogy munkahelyek jöjjenek a városba. De az elintézéshez pedig infrastruktúrára van szükség, ami Miskolcon megvan, és Miskolc, hogyha hupikék lesz, akkor is fog oda cég menni, mert van terület, van autópálya. Budapest ugyanígy, Debrecen, Szeged ugyanígy, teljesen mindegy, hogy milyen a pártszínezet, azon kellene dolgozni, hogy megtegye az állam is a magáét és a városnak a megközelítését, jelentősen javítsa és az egyéb infrastruktúrális körülményeket. Úgyhogy sajnálom, hogyha nem lehet időt adni a jelölt úrnak, én is szeretnék még vásárolni időt, lenne szerintem miről beszélgetnünk, de hát ez most így ennyibe marad. Azt most nem itt, majd szombaton a piacon. Ez jó volt. Szőt Zoltánnak van még ideje. A CETEF-nek a lányvállalatát esetleg Ózdra hozni egy váltóüzem, ők a váltót szerelik, hogy ez nem tudom, hogy ez miért nem volt lehetséges, vagy esetleg a Bosch-nak a leányvállalatát idehozni, hogy az is miért nem lett lehetséges, hogy az ózdi embereknek munkahelyeket biztosítva ezzel, esetleg még az is jó lett volna Bosch-ba, hogyha elhozzák ide hozzánk azokat az elrontott termékeket, amik nem lettek jók, és az ózdi emberek megjavították volna, és visszavitték volna az adott helyre. Ezzel időt nyertek volna, mert itt Ózdon lehetett volna nekik munkahelyet teremteni, és nem kellett volna Miskolcra utazni egy órát be, egy órát vissza, mert vannak olyan családok, ahol 2-3 gyerek is van, és az apuka, anyuka is dolgozik, és az a 2 óra hossza, minden nap az elég hosszú idő. Ha ezt meg lehetett volna oldani, akkor az teljesen rendben lett volna. A Jabir nem tudom, hogy még miért nem költözött, miért nem jött ide, és miért nem teremtett itt munkahelyet, és a börtön projekt is mélyfulladt be. Ugye a híradásokból kaptam róla információt, de a való sokát azt nem tudom, sajnálom, hogy lejárt az idő, de... Van még egy perc. Nem nekem. De nekem nincs, ja, hogy válaszoljak. Úgyhogy a munkahelyet kell teremteni Ózdra mindenféleképpen, hogy az emberek olyan jövedelemhez jussanak, hogy a családjukat becsületesen el tudják tartani, és ne kelljen Miskolcra, ez a legrövidebb, Pestre, Dunántúlra, Németországba és a Európa különböző részére elutazni, a távol lenni a családtól, a gyerekektől, hanem meg kell szervezni azt, hogy igenis itt Ózdon munkahely legyen, és tudjanak dolgozni az emberek, mert a Generálban is 2000-en dolgoztak, jó, hiszen most talán 500-an a Wellis részlegében, pedig a Szajában ott is 1000 felett volt a munkaerő, és most talán 250-en dolgoznak a legjobb tudomásom szerint. Ez rengeteg munkahely, a elvesztése az embereknek, ez pótolni kell, mert igenis az ózdi emberek méltók arra, hogy Ózdon munkahelyet kapjanak, és el tudják tartani a családjukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és kihasználta az időt. Jöjjön a következő kérdéskör, amire szintén 5 perc áll majd rendelkezésre, és ez pedig a közlekedés. Itt ugye beszélhetünk az infrastruktúráról, úthálózatfejlesztésről, a város megközelíthetőségéről, ami már többször előjött,
és természetesen a helyi tömegközlekedés problémáiról is. Mi a jelenlegi helyzet, hogyan lehetne ezen javítani? Az első válaszadó most, Janicsak Dávid. Köszönöm szépen. Még egy mondatot az előzőhöz, hogy ugye a Fidesz okozta a legnagyobb foglalkoztatás emelkedést a városban, pontosan mínusz 2000 az egyenlege. És akkor a megközelítés. A megközelítés az csak döntés kérdése. El kell dönteni, hogy a várost be akarják kapcsolni az ország közlekedési vérkeringésébe, vagy nem. Salgótarjánnál eldöntötték. A 21-es számú főutat 4 sávosra fejlesztették. Azóta Salgótarjánba az kialakított zöldmezősipar területre érkeznek is a befektetők. Nem fideszes a városvezetés Salgótarjánban sem, úgyhogy ott sem az kellett hozzá, hogy narancssárga legyen a város, hanem egy komplex döntésnek a kérdése volt. Tehát nincs miről beszélni, Ózd-Miskolc szakaszt 4 sávosítani kell, az hozhat valódi változást. Nem kell Báréve felé korszerűsíteni, nekünk Miskolc felé kell korszerűsíteni, még Putnokot is kihagyva, már előtte átvágva és Sajó-Németi felé Ózdra irányulva, fél órára tudjuk rövidíteni a menetidőt Miskolc felé. Láthatjuk, hogy a Sajó-Szentpéteri elkerülő megépült, 2x1 sávon. Könyörgöm, 2024-re átadunk valamit, és 2x1 sávos új fejlesztést csinálunk. Persze elkerültük a városi dugókat, de 70-nel döcögünk a kamionok mögött Miskolcra. Tehát ez sem lett egy valódi segítség. És ha már Ózd-Miskolc, akkor a vasútvonal. A vasútvonalat villamosítani kell, hát Barcikáról a Gőzös jár Ózdra, már ezerszer mondtam, 2024-ben, holott Nyugat-Európában már minden vonal villamosítva van. És a vasútállomást pedig régi terv szerint be kell hozni az autóbuszállomás mellé, ahhoz, hogy a személyforgalom is megfelelően tudja használni, ehhez egyébként a vágányok is rendelkezésre állnak. És akkor Ózd-Budapest. Az egyik legfontosabb, hogy a fővárost mennyi idő alatt érjük el. Azt mondja az ellenfelem, hogy közelebb kerülünk Budapesthez a mostani fejlesztéstől. Könyörgöm, egy állagmegóvás zajlik a Szerpentinen, hogy ne csúszanak be azok az utak. Az a pár száz méteres kapaszkodó sáv, amit építenek, az pont nem fog közelebb hozni Budapesthez. Alagutat kell csinálni, ahogy Fónagy János az önök párcsaládjából akarta is, ahogy a tervek is elkészültek, és mégis a dupla akkora költségű kapaszkodó sávot választották, és ott is 4 sáv kéne. Úgy, ahogy a Johnson Electric kérte, majd nem kapta meg és elment a városból, mert 2x1 sávon megy a felújítás Budapest felé. Ez nem valódi segítség a városnak. Dr. Csúszda Gábor. Köszönöm szépen, mivel a város megközelíthetőségének a javítása és a munkahelyteremtés szorosan összefüggő kérdések, ezért én is még egy kicsit visszautalnék az előző témakörre, hogy tudjak válaszolni polgármester úrnak. Hát ígéretek azok voltak bőven az ő részéről, és nem tartom erkölcsileg egy fair dolognak azt, hogy egy olyan embert kér úgymond számon, egy olyan országgyűlési képviselőt, aki jelen pillanatban nincs itt a körünkben, úgyhogy ennek is voltak bőven olyan ígéretei, amelyet nem teljesített. Azért én még azért emlékszem arra a konkrét ígéretre, amikor a fafeldolgozó üzem bemutatóját tartották a testületi ülésen, amely azóta sem valósult meg. De mondom, még egyszer emlékszünk arra is, hogy 14-ben sorban álltak a befektetők a város határában, csak azt várva, hogy önt megválasszák, de azóta sem jönnek. Tehát nincs, még egyszer mondom, ennek erkölcsi alapja arra, hogy főleg egy olyan embert kérjen számon, aki jelen pillanatban nincs itt a körünkben, és nem tud önnek válaszolni. És azt még kiemelném, hogy amit az országgyűlési képviselő idehozott a városba az elmúlt években, gondolok akár az OAM tulajdonrész vásárlására, akár a Wellisre, akár a Neutrikra, az valóság. Amiről ön beszél, az pedig közel nincs a valósághoz. De hogy áttérjünk a következő témakörre, ugye a közúti megközelíthetőség javítására. Kétfelé osztanám a témakört, egyrészt a város közúti megközelíthetőségének javítása, másrészt pedig a város közigazgatási határain belüli útfejlesztések. Ugye itt két témakörről kell beszélnünk, egyrészt vannak az állami utak, ezek a főútvonalak, amelyek keresztül haladnak a városunkon. Én területi képviselőként, Rizs Gábor országgyűlési képviselő segítségével bizonyítottam az elmúlt években, hogy tudunk eredményt elérni, hiszen a Pázmány út teljes hosszában felújításra került, és ez közös eredménynek tekintem országgyűlési képviselőrrel. Az elmúlt hetekben Ák Péter államtitkár úr látogatott el a városunkba, Pejker Tamás vármegyei igazgatóval, a Magyar Közút ZRT vármegyei igazgatójával, és megtekintettük a Bojki főutat. Itt 4580 méteren szükséges beavatkozni ezen az útszakaszon, egy teljes pályás felújításra van szükség. Én ezt kértem államtitkár úrtól, hogy képviselje majd velem együtt és országgyűlési képviselőrrel együtt ezt a fejlesztési igényt, hiszen ez egy nagyon fontos kérdéskör az ózdiaknak. Ahogyan már említettem, ezek után az önkormányzati utaknak a fejlesztése is rendkívül fontos, hiszen 43 olyan útszakasz van még hátra, amelyet fel kell újítani.
javítanunk, illetve 26 olyan útszakasz van, amely még soha nem látott aszfaltborítást. Hallottunk olyan ígéretet, hogy ennek a ciklusnak a végére nem marad aszfaltozatlan út, nem teljesült, így ezt a munkát folytatnunk kell. Ugye a városunk megközelíthetőségének kérdésköre. Én azt gondolom, hogy a realitás talaján állva kell ezt a kérdéskört szemlélni, és egy olyan elképzelés van formálódóban és megvalósítás alatt is, amely mind Budapest, mind Miskolc irányába javítja a városunk közúti megközelíthetőségét. Ha Budapest felé nézzük, akkor a Bátony-Terenyei elkerülő megvalósult. Valószínűleg polgármester úr is utazott már ezen az elkerülő útszakaszon, rendkívüli módon lerövidíti azt a átkelési szakaszt, amelyet azon a két település részen történő átkelés jelentett. Azt mondja, hogy a Borsod-Nádasdy szerpentinen megvalósuló munka csak állagmegóvás. Akkor ezek szerint nem tájékozódott kellőképpen, mert ha olyan csak pár száz méternyi kapaszkodó sávról beszél, akkor nincs tisztában a műszaki tartalmával ennek a beruházásnak, hiszen végig kapaszkodó sáv lesz a szerpentin, mind a két oldalán kapaszkodó sávot építenek is, egyik oldalon is támfal, másik oldalon is támfal, hanem teljesen új utat építenek. Ez egy 4,6 km-es útszakasz, ahol végig szinte, 6,3 és abból 4,6 kilométeren épül támfal, és végig kapaszkodósáv fog épülni mind a borsodi oldalon, mind pedig a hevesi oldalon. Ennek a munkálatait is megtekintettük Ák Péter államtitkár úrnak. Úrral, tehát ezt tapasztalatból tudom mondani önnek, hogy jól haladnak ezekkel a munkálatokkal, és rendkívüli módon fel fogja gyorsítani azt a forgalmat, ami a Borsod-Nádasdy szerpentinen keresztül fog haladni. Folytatni kell ezt a munkát, és itt van az a fontos pont, hogy miért is beszélünk nem csak a város közigazgatási határain belüli kérdéskörök, mert ennek a munkának a folytatásáért Ózváros polgármesterének és a térség országgyűlési képviselőjének közösen kell lobbiznia. Hogy megépülhessen a Nemtinél az elkerülő szakasz, megépülhessen a Bükszent-Erzsébet, Tarnalesz, Szentdomonkos település együtteseket elkerülő szakasz is, illetve, ami minket még közelebbről érint kérdés, az, hogy a Borsod-Nádasdy alló járdaháza Hódos-Csépány szakaszon hogyan fog megvalósulni ez a fejlesztés. Határozott elképzelésem, hogy csak a lakosság kikérése mellett, tehát a négy település lakosságának a véleményének a kikérése mellett lehet majd ezt a fejlesztést megvalósítani, azonban nagyon rövid időn belül el kell kezdeni, és csatlakozni kell a Borsod-Nádasdy szerpentines útfejlesztéshez. És Miskolc felé pedig a Sajó-Szentpéteri elkerülő már megépült, a Putnoki elkerülő szakasztervezése pedig folyamatban van, és ahogy polgármester úr is mondta, Sajó-Németinél átvágva kell lerövidíteni az útvonalat, ez ebben maximálisan egyetértünk, és beszélünk. Köszönöm szépen, lehet közvetlenül is lehet reagálni, ha gondolja. Igen, nagyon szeretnék, ez a fafeldolgozó annyira jó, hogy felhozta, hiszen tárgyalási folyamatban voltunk a németekkel, és amikor Rizs Gábor képviselő úr kérte, hogy hagy kapcsolódjon be a tárgyalásokba, akkor azt kérte, hogy a következő megbeszélés közte és a befektetők között történjen meg a parlamentbe, és onnantól kezdve nem találkoztunk a befektetőkkel soha többet, valahogy eltűntek. Egyébként válaszolhatott volna képviselő úr helyett, hiszen ott állt mellette közvetlen kollégájaként, akkor, amikor ezek az események történtek. A Pázmány út fejlesztése pedig egy komplex fejlesztésnek a része volt, egy Szilvásváradig tartó fejlesztés része, tehát az is elképzelhető, hogy olyan, ha meg se születik, akkor is leaszfaltozzák azt az utat. Nyilván azért hozzátette a magáé területi képviselőként, ezt ne vitassuk el öntől. A Nádasdy szerpentin kapcsán azért én csak visszatérnék oda, hogy az alagút lett volna az igazi megoldás. 4,6 kilométeren építenek támfalat, ez bődületes összeg. Tehát ott akkora mély szakadékok vannak, amiket támfallal kell alátámasztani, hogy kiderült a tervezés során, hogy az alagút fele annyiba került volna, mint a kapaszkodó sávok megépítése, és mégis valamiért az országgyűlési képviselő a tervek véleményezésénél rávette a Nádasdy völgye önkormányzatait, hogy a kapaszkodó sávot támogassák. Ózváros önkormányzata volt az egyetlen, aki a véleményezésnél az alagút mellett állt ki, de egyébként ezek csak vélemények voltak, tehát ettől függetlenül a kormányzat hozta meg a döntését. Azt pedig nagyon szomorúan hallom egyébként, hogy még pár családon belül is lobbizni kell azokért a fejlesztésekért, amik egyébként több mint 30 éve maradtak el, tehát ennek a városnak már több mint 30 éve hiányzik egy normális megközelíthetőség és a normális munkahelyek. Ezeket 14 év Fidesz-KDNP kormányzás alatt mindet ki lehetett volna simítani, és nem lenne kérdés egyetlen választáson sem, hogy ki nyeri meg, hogyha önök megtették volna azt az elmúlt 14 évben, amit meg kellett volna tenni. Köszönöm. Én arra kérném önöket, hogy tartsuk be a szabályokat, tehát egy bizonyos témakörnél beszéljünk egy bizonyos témakörről, és ne menjünk át a következő kérdésnél, ne utaljunk vissza az előző témakörre. Fidrus Péter következik, közlekedés. Hát ezt a tematikát én is ketté bontanám, mégpedig a város megközelíthetőségére és a városon belüli helyzetre.
A városban lévő utak fejlesztése az elmúlt időben, az elmúlt években felgyorsult. Tehát a lehetőségekhez képest az önkormányzat sok utat felújított ebben a városban. Ezt a magam részéről helyesnek is tartom, és ezt folytatni is kell, mert van még lemaradásunk ebben a tekintetben. De azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ez a prioritás, talán ez lehet a közös pont, amivel mindannyian egyetértünk, hogy a város útjait mindenképpen fejleszteni kell. Ahogy Csúszda Gábor jelölt úr is utalt rá, polgármester úr ígérte, hogy a ciklus végére nem marad salagos út a városban. Hát a ciklus októberig tart, én bizakodom abban, hogy megvalósul majd ez az ígéret, de leginkább bizakodnak ebben a Semmelweis úton és a Pálgazda közben leginkább. De a salakos utak mellett még nagyon sok mellékutca minőségének a javítása is szükséges. Ha csak a területemet nézem, akkor a Rózsadomb út felújítása várat leginkább magára. A városunk elhelyezkedése a közlekedés szempontjából nem mondható túl szerencsésnek. Távol esünk valóban az autópályától, a gyorsforgalmi utaktól. A korábban ígért kétszer kétsávos gyorsforgalmi út megépítését elvetette a kormány. Sőt, polgármester úr beszélt az alagút építésről is. Nemrég kaptam arról információt egy hivatalon belüli beszélgetés során, hogy valamivel több mint 24 milliárd forintba került volna az alagút építése. Ehelyett most ezzel a támfallal meg a kapaszkodósáv építésével, ami által nem lesz rövidebb az út, 45 milliárd forintba kerül, és ki tudja még hol van a vége. A hivatalban ezt az információt kaptam. Igen, fontosak az információk. És ezzel a beruházással nem vagyunk sokkal közelebb a Budapest megközelíthetőségét illetően. Tehát nemrég egy ismerősömmel beszéltem, egy kamionos ismerősömmel beszéltem arról, hogy milyen szerepe van munkahelyek létrehozásának abban, hogy egy bizonyos település milyen távolságra esik az autópályától. És az ő véleménye szerint ez nem szempont. Tehát ő kamionosként bejárta Európát, és azt tapasztalta, hogy nálunk sokkal rosszabb megközelíthetőségű településekre szállítanak gyárakba alkatrészeket. De a városunk egyébként gyakorlatilag akadálymentesen megközelíthető több oldalról is. A tömegközlekedés szempontjából kiszolgáltatottság miatt vagyunk nehéz helyzetben. A Volán, mint egyedüli szolgáltató biztosítja a tömegközlekedést a városunkban, és így nincs versenyhelyzetben, a szolgáltatás minősége pedig már évtizedekkel ezelőtt is eléggé elavult volt. Kevés a járat, rossz minőségű buszokkal történik a szállítás, gyakran le is robbannak ezek a járművek. És a rossz hírem az, hogy ezen a monopól helyzeten az önkormányzat nem is igazán tud változtatni, hiszen a Volán az egy állami cég. Ezen a problémán egy olyan kormány tudna segíteni, amelyik akar is ezzel foglalkozni, és a költségek jó részét átvállalná. Erre még most nem lehet számítani, hogy maximum kormányváltást követően. Már a jelenlegi helyzet fenntartása is komoly feladat az önkormányzat számára. Ugye mostanában felmerült, hogyha a közlekedésről beszélünk, a gyújtói csomóponton történő napi kétszeri dugó problémája. Hát nekem határozott véleményem van ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy hát könyörgöm, egy városban élünk, ami a dugó a közlekedés velejárója. Nem ritka a családon belül két-három autó embereknek is. Nagyobb településen is vannak dugók, amikkel az emberek együtt tudnak élni. Én nem bánom azt, a fiam a Szixibe járt, és nem tudta elkerülni a dugót, hazafelé jövet, legalább megtanulta a kuplungot megfelelően használni, meg egy kis türelmet még esetleg. A lámpát nem tartom megfelelő megoldásnak, mert ugyanúgy dugót, feltorlódást fog okozni, agyalogos nem fogja elérni a buszt. Itt csak és kizárólag egy aluljáró megépítése lehetne a megoldás, hogyha nem vizet akarunk gerebézni, akkor aluljárót kell építeni, bár tudom, hogy ez a legköltségesebb, nem tudom, hogy mekkora összeget eredményezne fel, de a forrás előteremtésén kell mindenféleképpen dolgozni. Köszönöm szépen, Szőcs Zoltán. Jó, akkor én kezdeném a peremkerületekkel. A peremkerületen a
az utak minősége, most egy táblára gondolok, táblaúton is, hagy kívánni maga valót, nem lett normálisan kijavítva, belettek foldozva, de ez teljesen helytelen így ebben az állapotban. A Kossuth úttal, ahol én lakom, ott egyáltalán nem lett foglalkozva, oda még nem lett hozva egy pici, hogy teljesen az úton a lyukakat úgy hagyták, aszfaltot nem kapott sehol. Ezen is kellene javítani, a másik, hogy táblába is lehetne felrakni olyan tükröket, ami a közlekedés segíti, ez is a Kossuth úton van, van ott egy enyhe kanyar, és beláthatatlan. Ott vannak még ilyen elhagyatott házak, aminek, ami körül nincs levágva fű, stb. Ezeket is jó lenne rendbe rakni, hogy a közlekedés segítse, és ne okozzon nekünk ez ott gondot, balesetet, bármit. A másik dolog, hogy én is gondolkoztam a buszoknak a megoldásával kapcsolatban. Ugye óránként járkálnak a buszok, sokan mondják, hogy ha egyet lekésnek, rengeteg időt veszítenek vele. Nem tudom, én Pécset láttam, hogy a 22 vagy 27 személyes buszokkal segítik a járatokat. A hipermarketeknél láttam, még kérdeztem is, hogy mit keres ott a busz megállóban, ez a kicsi, hát nem szabad neki ott parkolni. És akkor mondják, nem, ez rendesen ugyanúgy busz. Ugye, ha a két intervallumban nézzük, az 1 óra és az 1 óra között, hogy elmehetne egy ilyen kis busz is. Igaz, hogy ha pont abban az időben több utas szállna fel, akkor lehet, hogy gondot is szülne, de a mai buszközlekedésnél, mivel annyi embert nem szállítanak a buszok, biztos, hogy segítene neki. Most gondolok arra, hogy hazamegy az ember a munkából, és akkor jó, rengeteg embernek van autója, az biztos, de vannak olyanok is, akiknek nincs, vagy épp nincs otthon az autójuk, mert elvitt a férjük, bármi, akkor el kéne menni nekik a boltba, és a két busszal még eléri az egyik hipermarketet, vagy szupermarketet, meg haza is jön, az egy örökké valóság, ha így a buszjáratokat nem oldjuk meg. Ugye tényleg mindjárt feltettük a munkásúton a feltorlódás kérdését, én is kiírtam. Amit mondott előbb Fidrus úr, hogy az ott lehet kuplungolni meg, hogy az idő. Most, ha munkából megyünk hazafelé és megyünk a gyerekünkért, akkor igenis az az idő számított, hogy ne álljunk ott egy fél órát. Jó, persze lehet, hogy nem fél órára van szó, csak kevesebbről, de néha van, mikor többen is. Én is egyetértek vele, mert írtam én is a programba, hogy ott egy végleges megoldás, egy aluljáró lenne. Biztos, hogy költséges, ugyanezt mondtam én is, de véglegesen ez oldaná meg a problémát. A másik dolog, hogy a Pestre való utakat, azt elmondták, csak az előttem szólókat tudom megerősíteni, azt... Az alagúttal, avval én is egyetértenék, mert szerintem célra vezetőbb lenne, és könnyebben át lehetne haladni, nem kéne a szerpentint járni, időben is teljesen hatékonyabban tudna működni ez a dolog. A Miskolcra is ugyanúgy az utakat, én is azt díjazom, hogyha meg lenne csinálva Sajónémeti felé, és nem kéne 1 órát vagy 1 óra 20 percet arra utazni, dugóba kerülni, az autók mögé beállni, és ez a munkásoknak is, hogyha akár busszal, akár személyautóval, ha mennek a Bosch felé, egy fél órás intervallum sokkal megfelelőbb lenne erre. Jani, csak Dávidnak van még ideje erre a kérdéskörre. Buszközlekedés kapcsán a kollégának mondom, hogy nem a méret a lényeg. 2010 előtt 5 millió forintba került évente az önkormányzatnak az autóbuszközlekedés fenntartása. 2010 után a Fidesz-KDNP a volán finanszírozását átalakította országos szinten, ezért 60-70 millió forintra nőtt a veszteségtérítésnek az összege. Ezért a helyi fideszes vezetés 2011. 7. hó 1-jével 40 ezer kilométer futás teljesítmény csökkenésről döntött. Ez havi 156 munkaóra. A kettesnek a vonala 20 perc.
156 munkaóra csökkentésről döntött, viszont azóta ennek az alacsony közlekedési számnak a veszteségtérítése is 200 millió forintot közelíti meg évente, ahogy Fidrus Péter képviselő úr is elmondta. Ez jelentős probléma az önkormányzat számára, tehát itt központi stratégiaváltásra van szükség, a finanszírozás megváltoztatására, hogy az ilyen települések, mint Ózd is normális tömegközlekedéssel tudjanak tovább menni. Amit pedig helyileg tehetünk és meg is kell tenni, nekem sem szimpatikus az, hogy a kórház és az autóbuszállomás között külön járatok vannak, ezeknek végig kell menni egy vonalon. Szőt Zoltánnak van még 54 másodperce erre a kérdéskörre. Biztos, hogy a kórház területet, ahogy így felhoztam, ugye a parkolás ott nagyon nehézkes, megpróbálnánk busszal is megközelíteni, hogy csökkentjük ott a parkolásnak a terhét, de ha nekem a vejem is buszsofőrként dolgozik, tudom, hogy mik a problémák, de ugye a volán az nem az önkormányzathoz tartozik, hanem a volán ZRT-hez. Úgyhogy ha a buszjáratokat a kórházhoz is sűrítenénk, akkor több mint valószínű, hogy az emberek választanák ezt a megoldást is, mert nagyon nehéz leparkolni, és ott is meg kéne oldani a parkolásnak a gondját, de biztos, hogy rengetegbe kerülne egy emeletes parkoló. A buszjáratokkal lehet, hogy könnyebb lenne, meg költséghatékonyabb, de ha lenne rá lehetőség és kapnánk rá pénzt, támogatást, akkor szerintem azt is meg kellene javítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő kérdéskörre 3 perc ideje jut mindenkinek, és ez lesz ez a különleges kör, ahol én vetem fel a témákat, és mindenkinek mondok egy témát, amit én választottam, és önök még ezt nem tudják. A 3 percet úgy kellene felhasználni, hogy mindenki mondana a saját témájáról néhány gondolatot, és engedni kellene a többieket is, hogy ahhoz hozzászóljanak. Felsorolom a témákat, hogy kinek mit gondoltam. Dr. Csuszda Gábor a közbiztonság helyzetének javítása a kamerarendszer bővítésével, a polgárőrség és a városi rendészet munkájának összehangolása. Ezt egyébként a 15 pontjából vettem ki ezt a programpontot. Fidrus Péternél mi másról is beszélhetnénk, mint a piramisról. A piramis építése a drótos tetőn, ugye, amelynek a gyógyító hatását használnák ki, és nem beszélve a turisztikai értékéről. Szőt Zoltán tulajdonképpen előtte már az én kérdéseimet, de azért maradjunk ennél, és ezt fejthetjük ki bővebben. Az aluljárót a gyújtón, a gyalogosok számára és az egyszintes parkolóházat a kórháznál, ezt írtam föl, és Janicsak Dávidnál pedig arra lennénk kíváncsiak, ami a mostani programjában is szerepel, a ledes közvilágítás teljes korszerűsítése a városban, de ha én jól emlékszem, ez már szerepelt a korábbi választásnak a programjában is, tehát régóta húzódik ez a dolog, már korábbi kampányban is megígérte, lesz-e ebből egyáltalán valami. Én remélem, hogy értették a szabályokat, tehát szeretném, hogyha mindenki témájához szólna más is. Kezdjünk akkor dr. Csuszda Gáborral a közbiztonság helyzetével. Köszönöm szépen, főszerkesztő úr. A programunk egyik fajsúlyos eleme és része a közbiztonság fejlesztése. Volt szerencsém Rétvári Bence miniszterhelyettes úrral is beszélni erről a témáról, és végig tudtuk beszélni tételesen, hogy milyen elképzeléseink vannak, amely egy önkormányzat hatáskörébe beletartozhat, és ezt a témakört kimeríti. Ugye itt 3 szervezetről kell beszélnünk, a rendőrségről, a városi rendészetről és a polgárőrségről. Közös felelősségünk az, hogy javítsunk városunk megítélésén. Én rendkívül módon büszke vagyok arra, hogy a polgárőrséget sikerült újjászerveznünk az elmúlt hónapokban. Ugye Atta doktor úrnak rendkívül hálásak vagyunk azért a munkáért, amit az elmúlt évtizedekben végzett, azonban megromlott egészségi állapota miatt ő ezt a feladatot a jövőben már nem tudja ellátni, ezért új elnöke lett a Polgárőr Egyesületnek, alelnökként segíthetem a munkáját, és jelentem, hogy az elmúlt hetekben sikerült a végére jutnunk annak a folyamatnak, amelyet a tisztújítás jelentett, a különböző jogi papíroknak a rendbetétele, tehát most már jelen pillanatban úgy működik, felállt az új elnökség, és teljesen megújult tagsággal és elnökséggel működik a polgárőrség. Fiatalok csatlakoztak sokan, és bízom abban, hogy a lakosságot, a civil lakosságot bevonva még tovább tudjuk építeni, és ennek a
önkéntes alapon szerveződő szervezetnek a segítségével tovább tudjuk javítani városunk közbiztonságát. Rendkívül fontos a városi rendészet megerősítése, illetve a térfigyelő kamerahálózat bővítése, és nagyon fontos, hogy 24 órás megfigyelést is vezessünk be, tehát ne csak legyenek a kamerák, hanem legyen, aki nézi is 24 órában. És ezen túl körzeti megbízott irodákat is szeretnénk kialakítani azokban a városrészekben, ahol a legproblémásabb helyzet van jelen pillanatban Ózdon. Én most szeretném, ha ebben a témában mondana véleményt, aki szeretne. Lehet hozzászólni. Nagyon jó a kamerarendszer, ugye? Egyben van a kamerarendszerrel, hogy ki lehet kerülni, ugye? Nem tudom, hogy a városőrséget annak idején, hogy miért szüntették meg, nem is olyan fontos, mert a városi rendészet is el tudja végezni helyette a munkát. És miért nem lehet ezt emberekkel pótolni? Ugye akkor fizetést is kapnának, a másik dolog pedig, hogy jobban rálátnának a dolgokra. Én dolgoztam a városőrségnél, és volt egy pénzhamisító dolog is, amit egy idős nénitől vásároltak hamis pénzzel bútorokat, és a városőrségen keresztül, akik pont abban az időben ott voltak, azok ehhez hozzásegítették, hogy ez a dolog itt meg legyen oldva. A másik, hogy Bíbenben a garázsorra rengeteg helyre járkáltunk, és észrevettük az ott besúranó tolvajokat, tudtunk telefonálni, jöttek, rendezték, és olyan helyekre kamerákat se lehet kitelepíteni, ezért szerintem célvezetőbb lenne ez, de visszaadom a szót. Köszönjük. Reagáltak? Maximálisan egyetértek azzal, hogy élő munkaerőt is be kell vonni a közbiztonság további javításába. Éppen ezért tervezem azt, hogy a mezei őrszolgálatot is bevezetnénk a városban, hiszen az átkerti ingatlanok, termőföldek és különböző külterületi részek vonatkozásában rendkívül sok problémát érzékelünk az utóbbi években, ezért a mezei őrszolgálat bevezetésével ezt a problémát tudjuk orvosolni. És kik dolgoznának a mezei Kft-nél? Vagy amit előbb mondott? A mezei őrszolgálatnál. Arra lennék kíváncsi, hogy kik dolgoznának. A mezőrök, így van. Hát úgy, hogy esetleg a munkanélkülünk keresztül, akik olyan képesítéssel rendelkeznek. Ugyanúgy, ahogy a városi rendészetnek, úgy a mezőröknek is képesítéssel kell rendelkezni. Értem. Tehát csak olyan láthatja el ezt a feladatot. Persze, ezt tudom, csak azért kérdeztem, hogy ez most egy külön vállalkozó lenne, vagy nem vállalkozón keresztül, hanem az önkormányzaton keresztül lenne megoldva. Ez az önkormányzati intézménye lenne. Jó, menjünk tovább. Nagy feladatot adtak a kollégáknak is az órák kezelésében. Közbiztonsághoz szeretne még valaki hozzászólni? Én szeretnék néhány szóban esetleg reagálni arra, hogy a városőrség miért szűnt meg. Én úgy tudom, hogy azt államilag, központilag szüntették meg, tehát nem lehet ilyen szervezetet működtetni sehol, semmelyik településen. A térfigyelőkamerák bővítésével magam is egyetértek, oké, hogy el lehet kerülni, de minél több van, annál kevesebb esély van elkerülni. Én a térfigyelőkamerák számát azt mindenféleképpen bővíteném. Ha már közbiztonság is, Csúszda Gábor jelölt úr is jelezte korábban, hogy a közbiztonsággal szorosan összefügg a kóborkutyák helyzete. Tehát ezt mindenféleképpen kezelni kell, tehát munkára kell fogni, komoly munkára kell fogni a jegyzőt, akinek sok feladata lenne ezzel a kapcsolatban. A civilek már erőn felül teljesítenek, hogy minél kevesebb legyen a kutya a városban. Én gyakorlatilag minden hétvégémet azzal töltöm a szabadidőmben, hogy szállítom el Budapestre, Egerbe is, igen, Esztergomba, Vácra, egy csomó helyre az ózdi kóbor kutyákat, de kimeríthetetlen számban vannak az utakon, és én egy egészen másik szempontból közelíteném meg a kóbor kutyák helyzetének a megoldását. Én azt szeretném, hogy a kutyák egyáltalán ki se jussanak a portáról. Tehát ezeknek a kutyáknak van gazdájuk, ezek nem kóbor kutyák, ezek kóborló kutyák, gazdás kutyák, csak éppen nincsenek oltva, csippelve, mert ugye ez sem ellenőrzi a kutya sem, hogy megvan-e, és ez egy nagyon nehéz feladat is. Piramisokra is hagyjunk időt szerintem. Ja, még ebből az időből menne a piramisok. Akkor befejeztem. Jó. Valaki még közbiztonság? Persze.
Köszönöm szépen a lehetőséget. A polgárőrség, rendészet és a rendőrség az jelenleg is szoros szimbiózisban működik. A 24 órás kamerás megfigyelésről annyit, hogy jelenleg 60 kameránk van. Egyébként ez egy 600%-os növekmény a mi ciklusunk alatt. Nagyon fontosnak tartom, hogy továbbra is bővítsük a kamerarendszernek a darabszámát. Azt tudni kell, hogy egyetlen egy fő 4 kameraképet nézhet 4 óráig megszakítás nélkül, utána szünetet kell tartani. Most egy gyors számolással kiderül, hogy legalább 50 főt kellene alkalmazni ahhoz, hogy a város jelenlegi kamerarendszerét folyamatosan váltó műszakban figyelni lehessen 24 órán keresztül. Ez évi nagyságrendileg 200 millió forint, és akkor beszéltünk még a mezőőrségről, amit szintén a városi rendészet tudna ellátni, tehát hogy ő alattuk lehetnek mezőőrök is, ugyanúgy, mint közterületfelügyelők. Nem kell egy új intézményt létrehozni erre, csak mondom, hogy ha esetleg úgy alakulna, akkor tudjon róla. És azt hiszem, hogy minden csak pénzkérdés. Tehát ezeket mind meg lehet valósítani, hogyha a városnak 2 milliárd forinttal több bevétele van egy évben. Ha nincsen, akkor sajnos nem tudjuk. Szerintem lépjünk tovább egy következő témára, hogy maradjon még idő ahhoz is hozzászólni mindenkinek. Jöjjenek a piramisok, Fidrus Péter, piramis építése a drótos tetőn. Hát először csak egy piramis, tehát építetnék fából egy 25-30 fő befogadására alkalmas piramis alakú építményt, mégpedig a drótos tetőn, ami nem csak látványában lenne egyedülálló, hanem a gyógyulni feltöltődésre vágyók számára nyitnám meg, természetesen belépő egy vásárlásával, és erre a projektre tudnának ráépülni különböző vállalkozások, amelyek munkahelyeket generálnának, piramis alakú bungalóban szálláshelyeket lehetne létrehozni, éttermeket nyitni, bazárokat létesíteni a helyen. Mindenki nézen, utána már nem lesz időm elmagyarázni, hogy a piramisnak milyen gyógyító ereje van, de még a borotva éle is magától megéleződik, ha akár papírból készült piramisba helyezzük, ezt Csehországban szabadalmaztatták is annó. Tehát én ebben látom az egyik kiutat. Kipróbáltad? Hát hol próbáltam? A papír piramisba, a borotva pengét. Még nem, de mindenféleképpen fogok építeni. Jó, ki szól hozzá ehhez a témához? Akkor kezdem én. A kórház parkolóval. De még nem a kórház parkolóval, a piramisnál tartunk, hogy ehhez a témához szól-e, hogy van-e valakinek. Szerintem egy tetszetős ötlet a piramis. Köszönöm. Lehet, hogy látványosságot. Mondom az időket, mert nem látja mindenki jól. Tehát Szűz Zoltánnak 1 perc 26 másodperc, Janicsak Dávidnak 1 perc 53 másodperc, dr. Csuszda Gábornak 35 másodperc, és Fidrus Péternek 30 másodperce van. Akkor a piramisokról ennyi, akkor mehetünk tovább, úgy érzem. Akkor most beszéljünk a aluljáróról, a gyújtón, ez ugye már szóba került, meg az egyszintes parkolóházról a kórháznál. Igen. Hát a kórháznál azt tudjuk, hogy a parkoláshoz nagyon nehézkes. A közvetlen közelébe lévő utakat és az iskolánál is megterheli ez a lehetőség, mert ugye nem tudunk leparkolni, főleg délelőtti órákban, és rengetegszer ebből probléma van. Hiába megy az ember időbe, meg kell várni még, vagy a másik elmegy, vagy valahol keresni kell, és sajnos lehet, hogy úgy kell leparkolni, hogy azért kapunk egy kis csekket is. Úgyhogy, hogy időbe beérünk, mert a kórházba is, ha kaptunk időpontot, ugye nem jó elhalasztani, mert akkor lehet, hogy egy hónapot is kell várni a következő időpontra. Ezt azért gondoltam itt, hogy lehetne egy emeletes parkolót létrehozni, mert az ott teljesen megszüntetni, és a környező utakról, és a garázsorokról, és a parkolási nehézségeket levenni. Igaz, hogy sok pénzbe kerülhet, nem vagyok annyira ilyen nagy projektű építkezéssel képben, de viszont ha erre támogatást kapnánk, és egyszer ez meg lenne csinálva, ez szerintem levenné a terhet az emberekről ott, hogy le tudjanak parkolni normálisan. A másik, hogyha ez nem sikerülne, akkor lehetne a Reuma kórház háta mögé, és igaz, hogy az ott dombos terület, de a környezeti adottságokat figyelembe véve ki lehetne alakítani. Lehet, hogy ez egy olcsó projekt lenne, ezt egy olyan szakembernek kellene kiszámolni, aki ehhez ért. Köszönöm szépen, ehhez valaki. Igen. Van parkoló a Reuma kórház mögött, de az emeletes parkolót jó ötletnek tartom, esetleg még meg lehetne vizsgálni egy mélygarázsnak az építését is.
Igen. Én egy sokkal egyszerűbb megoldási módot javasolnék erre. A gimnázium belső udvarán egy területvásárlással a Bányász út felé lehetne kialakítani egy olyan területet, ahol egy új sportpályát ki lehetne alakítani, és a régi gimnázium sportpályát parkolás céljára lehetne használni. Köszönöm. Igen, erről már egyeztettünk is képviselő úrral, úgyhogy én is ezt tartom jó megoldásnak. Egyébként nem lenne rossz egy mélygarázs vagy egy emeletes parkolóház, tehát tudjuk, hogy minden csak pénzkérdés. Jó, és akkor az utolsó téma, ami ebbe a kérdéskörbe van, a ledes közvilágítás teljes korszerűsítése a városban. Ahogy felvetettem már, hogy ez csúszik valami miatt, lesz-e egyáltalán ebből valami? Igen, 2019-ben a programom alkotásánál jutottam el oda, hogy a városnak fontos lenne korszerűsíteni a közvilágítását, hiszen rengeteg problémát okoz, és iszonyatosan nagy költség fenntartani ezeket a nagy fogyasztókat. El is kezdtük az előkészületeket, ez egy iszonyatosan hosszú munka volt, és nagyon komoly tervezést igényelt. Nem volt a városnak például a közvilágításáról semmilyen alapra, ez semmilyen terv. Ezt meg kellett csináltatni, 5500 lámpatestet kell kicserélnünk ledesre. Ez egyébként azt fogja okozni, hogy a családi házas övezetekben meg fog emelkedni a fényerő, tehát körülbelül háromszoros fényerő lesz a mostanihoz, ez a közbiztonságot is alaposabbá teszi, és a zebrákat lakossági kérésre külön megvilágítással fogjuk ellátni a projekt keretén belül, és most már bátran állíthatom, hogy meg fog valósulni, hiszen a közbeszerzés kiírása megtörtént, az most már folyamatban van, érkezhetnek be a pályázatok, viszont a korrektség és tisztesség jegyében csak az újonnan felálló önkormányzat fogja a döntést meghozni majd a közbeszerzési eljárás lezárásáról. Ehhez a témához önöknek még van idejük. 23 másodperc dr. Csúszda Gábornak és 19 másodperc Fidus Péternek. Ledes közvilágítás. Hát, jó, magam is benne vagyok a közbeszerzési bizottságban, és örömmel konstatáltam, hogy végre lesz hajtva egy ilyen fejlesztés a városban. Több kérdésem is felmerült bizottsági ülésen, nem szerettem volna, hogyha belefutunk egy Éliosba, de megnyugtattak a szakemberek, hogy megfelelő minőségű lámpák fognak felkerülni. Köszönjük. Dr. Csúszda Gábor. Maximálisan támogatom az elképzelést, ami kérdéseket vet fel bennem, az a finanszírozásnak a kérdésköre, hiszen tulajdonképpen itt hosszú-hosszú évekre kvázi eladósítjuk magunkat, hiszen a megtakarításból fogjuk fizetni a kivitelezőnek a költségeit, tulajdonképpen mintha egy hitelt törlesztenénk. Én bízom abban, hogy ahogyan azt korábban átbeszéltük, a megfelelő biztosítékokkal körülbástyázva fog megtörténni ennek a projektnek a végrehajtása. Köszönöm szépen, Jani, csak Dávidnak van még ideje. Igen, azért volt nagyon fontos az alapos előkészítés pénzügyileg is, hiszen ez egy 12 éves konstrukció, és az önkormányzat a elektromos áram megtakarításából tudja fizetni. Ez egyébként a legtöbb településen így valósult meg, kivéve ottól pályázati pénzekből a Tiborcz féle cég csinált sötétséget. Hát nálunk hál' Istennek nem így lesz, hiszen a tervezés alapján mindenhova megfelelő fényerejű lámpatestek lesznek beépítve. Úgyhogy én részemről már nagyon várom, különösen azt, hogy a zebrák is külön megvilágítást kapjanak. Az egy olyan igazi 21. századi modern fejlesztés lesz. És még van időm, úgyhogy még elmondhatom, hogy annak is nagyon örülök, hogy a családi házas övezetekben is lesz végre fény, hiszen a jelenlegi lámpatestek azok, mint egy Szent János bogárként jelzik, hogy valami terjeng a levegőbe fény címén, de a ledes megvilágítás lesz az igazi. És az utolsó kérdéskörhöz érkeztünk, amiben már véleménycserét nem nagyon kérek, ez egy monológ lesz majd mindenkitől. Talán a legkönnyebb kérdés a mai adásban, vagy a legnehezebb, ez majd kiderül. A megszólalás sorrendjét fogjuk most kisorsolni. Arra kérek mindenkit, hogy húzzon egy kis cetlit. Melyiket válasz? És akkor úgy fogjuk eldönteni, hogy a következő kérdések kiválaszol előbb, tehát 2 perc van a... Én magamot húztam. 2 perc van a válaszadásra. A kérdés pedig az, hogy miért vagyok a legjobb választás, miért rám kell szavazni, és ugye a szavazólap sorrendjébe megyünk, Jani csak Dávid kezdi a válaszadást. Ezt most így nem értettem, de az a lényeg, hogy nekem kell beszélni, korteskedni magam mellett. Sosem volt az erősségem, nem szeretem magamat fényezni, én azt gondolom, hogy 10 éves polgármesteri tevékenység után az emberek elmondás nélkül is látják azokat az eredményeket a városban, ami úton, útfélen szembe jön velük. A legtöbb fejlesztés az utóbbi 10 évben valósult meg Ózdon. Ezek az eredmények vitathatatlanok. Soha ennyi forrás nem vonzottunk a városban, csak az utolsó ciklusban több mint
3 milliárd forintnyi pályázati pénzt hoztunk Ózra 11 uniós pályázatnak az elnyerésével, ez is történelmi, tehát korábban a Fidesz-KDNP-s ciklusban nagyjából 8-ból 3-at nyertek meg, ilyen történelmi nyereség még sosem volt. Hoztunk 500 millió forint egyedi kormánydöntésen alapuló támogatást is a városba. Ez is teljesen egyedi, hiszen független polgármesterként ezt elérni szerintem igen nagy eredmény. Ez is biztosítja azt és bizonyítja azt, hogy a kormányzat elfogadott és együtt tud dolgozni velünk is egyébként. Azért is szavazzanak rám, mert megvalósítottunk egy olyan emberközpontú önkormányzatot, ahol az emberek véleménye, az itt élők véleménye a kardinális és a legfontosabb számunkra. Fejlesztési ügyekben kikérjük az ő véleményüket, és az alapján hozunk döntéseket. Gondoljunk a közönség szavazásokra, a közvéleménykutatásokra, de még fontosabb kérdésekben népszavazást is kiírnék, hogyha erre szükség lenne. És a másik az, hogy én felettem csak az Úristen és az ózdi lakosok törhetnek pálcát, nem vagyok egy pártcsaládnak a tagja sem, így nem szólhatnak rám, nem kell nekik megfelelnem, mégis bármelyik párttal szót tudok érteni. Valódi képviseletre van szükségük az ózdiaknak, úgyhogy bízom benne, hogy vasárnap elmennek a szavazófülkékbe, és megtisztelnek újra a bizalmukkal engem és a képviselőjelöltjeimet is, az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jelöltjeit, akik mind elhivatottak arra, hogy az ózdiak és Ózdért dolgozzanak, hiszen Ózdon mindannyian itthon vagyunk, mindannyian itt éltük az életünket, és itt szeretnénk a továbbiakban is élni, és ezért mindenkinek közös érdeke, hogy együtt fejlesszük tovább ezt a várost. Köszönöm szépen, hogy érthető legyen a sorrend. A szavazólapon, mivel Fibrus Péter a második, ő mondja meg, hogy ki lesz most a második megszólaló. Én leszek a második megszólaló, akkor hallgatjuk. Húztam. Kedves ózdiak, tisztelt választópolgárok, én azoknak a szavazatára számítok, akiknek elege van a pártoskodásból, a politikai csatározásokból. Ebből kiutat csak egy erőskező, független vezető biztosíthat, amely minden oldallal megtalálja az együttműködést, a közös hangot a város fejlődésének érdekében. A politikai helyzet a természetből fakadóan folyton változik, ezért fontos a valódi függetlenség megőrzése. Számítok azokra, akik egyetértenek az általam felvázolt elképzelésekkel, akik egy biztonságos, élhető városban szeretnének élni. Egy valamit biztosan ígérhetek önöknek, nem fogok az irodámba bezárkózva élni, mindig ott leszek, ahol probléma van, hogy azonnali megoldást nyújtsunk a problémára. Nem fogok napi szinten a televízió képernyőjén szerepelni, mert egy jól működő városban még azt sem feltétlen kell tudnia egy átlag polgárnak, hogy éppen ki a polgármester. Az önfényezés nem az én világom. Én a munkában hiszek és azon fogok dolgozni, hogy városunk megkapja azt a tiszteletet és megbecsülést, amit megérdemel. Nem másoktól várom a megoldást, hanem magamtól és önöktől. Hiszem, hogy együtt képesek vagyunk kihúzni a várost a gödörből. Én Ózdon születtem, és itt is szeretnék a lehető legkésőbb megpihenni, és szeretném, hogyha a gyerekeink is itt élhetnének velünk, ehhez azonban gyökeres változásra van szükség. Rám számíthatnak éveken keresztül, én is számítok önökre, egyetlen egy napon, mégpedig vasárnap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. 17 másodperc még van, de ezt gondolom már nem kívánja felhasználni. Esetleg. Akkor esetleg elmondanám azt, amire nem volt alkalmam, hogy a rászorulók megsegítésére a polgármesteri javadalmazásomból minden hónapban 200 ezer forintot fogok adományokra fordítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Szőcs Zoltán kit húzott? Saját magam. Akkor ön következik. Én mindenki szavazatára számítok. Én egy üvegzseb politikát próbálnák folytatni, teljesen átláthatóvá tenni, hogy mire is mennyi összeg megy. Munkahelyek teremtését szeretném megvalósítani, utak, úthálózatok, peremkerületeken, a vízelvezető árkok, a csatornarendszerek felújítását. Ha ebben egyetértenek és szeretnének rám szavazni, akkor június 9-én is megtehetik. Köszönöm. 1 perc, 32 másodperc még van. Kívánja kihasználni? Szerintem így. Jó. Köszönöm szépen. Jani csak Dávid két húzat. A dr. Sulza Gábort. Hallgatjuk. Köszönöm szépen, főszerkesztő úr. Minden szál a lószthoz kötődöm, igazi lokálpatriótának tartom magamat.
Korábbi munkáim során megismertem a térség és a vármegye működését, éppen ezért tartom fontosnak, hogy visszaadjuk Óznak azt a térségi vezető szerepét, amely megillette őt már sok-sok évtizede. Rizs Gábor kabinetvezetőjeként és kampányfőnökeként rendkívül jó kormányzati, minisztériumi és azok háttérintézményeivel jó kapcsolatot sikerült kialakítanom. Van egy világos és megvalósítható programunk, amelynek része az, hogy munkahelyeket fogunk teremteni a városban, része az, hogy javítani fogjuk a közúti megközelíthetőségét városunknak, de az is része, hogy a helyi buszközlekedést meg fogjuk reformálni, a városnak sokkal kevesebbe fog kerülni, és sokkal jobb szolgáltatást fognak kapni az itt élő ózdiak. Van egy olyan csapatunk, amelyben hiszek, hiszen mindannyian, mind a 10 jelöltünk szakember a maga területén, elismert tagjai a helyi társadalomnak, ezért kérem önöket, hogy támogassák őket, hogy egy konstruktív, együttműködő csapattal vághassunk neki a következő 5 esztendőnek, és dolgozhassunk Ózváros felemelkedéséért. Szövetséget szeretnék kötni a lakossággal, az országgyűlési képviselővel, a vármegyei önkormányzattal és a kormányzattal, hiszen hiszek abban, hogy csak így fogunk tudni eredményeket elérni, és a városunkért eredményesen dolgozni. Azért fogok dolgozni, hogy minden ózdi megtalálja ebben a városban a számítását, legyen az fiatal vagy idősebb tagja a társadalmunknak. Kérem önöket, hogy menjenek el szavazni, éljenek demokratikus jogukkal, hogy Óz jövőért közösen dolgozhassunk a következő években. 17 másodperc van még. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Akkor végére értünk a mai műsornak. Elfáradtak? Nem. Gyenge volt. Erre akartam mondani, hogy a polgármesteri feladat az ennél is nehezebb lesz. Jóval nehezebb, én úgy gondolom. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és mindenkinek sok sikert kívánok. Köszönjük június 9-én. Köszönjük a lehetőséget. Vasárnap reggel 6 órától este 7 óráig lesznek nyitva a szavazókörök. Önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választás is lesz, éljenek választójogukkal. Azok, akik mai élő műsorunkról lemaradtak, ezt a beszélgetést is hamarosan megtalálják honlapunkon, az ovtv.eu-n, a Facebookon és a YouTube csatornánkon is, de lesz még jó néhány ismétlés is a következő 24 órában. Mi vasárnap 19 órától szokásunknak megfelelően egy élő műsorban mutatjuk majd be az ózdi történéseket. Beszámolunk a választás napján történtekről, a részvételről, és különböző véleményeket is hallhatnak majd a rész, illetve a nem hivatalos végeredmény függvényében. Ha kíváncsiak tehát az ózdi történésekre, eredményekre, nálunk biztos, hogy megtalálják a legfrissebb információkat. Tartsanak velünk vasárnap este is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!